highly unpredictable. We suspect he may have other tricks up his sleeve. To survive this battle, you must strike hard and fast. We need to find the VIP and take them down. Do not let the target escape. You must have ruined this way. Mic on. Na jó, sziasztok. Amit látjátok, most némileg eltérő karakterekkel vagyok. Azoknak, akik már régebb óta néznek. Úgy döntöttem, hogy ezt a livestreamet a kezdőknek szentelem, kérdéseiknek, hogyan induljanak el, mit csináljanak, hogy csinálják. És ja. Bármi kérdésük van, vagy kérdésetek van, akkor beszélünk róla. Jelen pillanatban, volt egy kis karakterem, aki igazából csak azért csináltam be, hogy legyen. Így aztán azt próbálom most húzni, illetve Marsról átjutni Phobosra, és Phobos után majd Ceresre. És így tovább. Úgyhogy azoknak, akik így kezdők, 2018-ban nagyjából így lehet majd elindulni Warfare-be, csak végezzük ezzel a küldetéssel. Mastery Rank 2-es Excaliburral vagyok. És szerintem itt kb. Senki, tehát a többiek is nagyjából ennyi ilyen rangban vannak. Így aztán Lightcrit legyőzni egy kicsit nehéz lesz, de meg kell tenni, mivel hogy ahhoz, hogy átjussak a Ceresre, ha jól tudom, le kell győzni. Ami nem túl. Nem lesz túl egyszerű, tekintve azt, hogy az Excaliburom se, a Scanám se, a MK1 Braton sem, meg a Kunai, semmi sem maxos. Most lőd! Na, valószínűleg lesz egy fél órás harc. Szia, vas egy! Ilyenkor sajnálja az ember, hogy még nincs egy jó beronja. How is the damage? Oh, Jesus! Just shoot, fuckers, just shoot! Szegények még nem tudják. És ott van a legerősebb Warframe, aki önmagában az egyes képességével le tudná győzni ezt a boss-t. És kardozza. Szóval, srácok, ha van egy Oberonotok, kezdőszinten, ezt most mondom,
Van egy jó barátok kezdőszinte nulla modokkal, le tudjátok győzni minden boszt az Oberon egyes képességével. Gvashegyi, kivételesen nem, mert tudom, hogy te nem vagy kezdő. Így az egésznek egy túl könnyű része lenne most. És igazából azt szeretném megmutatni a kezdőknek egyrészt, hogy a Warframe nem nehéz. És nem kell megijedni attól, hogy nagyon gyenge fegyvereid vannak, mint például nekem konkrétan az első fegyver, amit kiválasztottam. Neked van egy kezdő akkontod? Mennyire kezdő az az akkontod? Szia Sixon! Kezdőknek adást tartunk, srác. Mennyire az a kezdő? MR3, az egy kicsit magasabb, mint az enyém. Rhinofrak helmet. El tudjuk azt érni? Nope. Nos, MK Paris Lotto Jézka. Hunman, felőlem nem bánom. Csatlakozhatsz, de akkor szerintem érdemes Discordon beszélünk. Na szkák, kekszember, de jó neved van. Hol tartottam? Ja igen, szóval kezdőként ugye megszerzed ezt a kis űrhajóféleséget, és szépen sorjában, ez nem nehéz követni a játék, el fog vezetni téged ahhoz, hogy megszerezd a kódexet, megszerezd a Foundry-t, megszerezd a modokat, a Inkubátor Parkolt, az Arzenált, és később a Void Relics-et is, ahogy a Földet oldja föl az ember. Ezek viszonylag egyszerűek eddig, semmi bonyodalom, ez nincsen abban, hogy az ember hogyan kövesse le. A dolgoknak a kifejlődése valahol itt kezdődik, a Földön. Amint látjátok, ezt egy kicsit előre haladtam, hogy ne legyen, ne kelljen nagyon mindent az elejétől mutatni, hogy legyen valami értelme az egésznek. Földön nagyjából már mindent feloldottam. Cetuson még nem jártam, Kobán még nem jártam, majd Airpon, ott még Archwingon még nem jártam. Szóval egy-két dolga nem jártam, de amire rákoncentráltam, az az, hogy el tudjak már jutni másik bolygókra. Szóval és a két szomszédos bolygóra, bocsánat, Marsra és Merkurra már eljutottam. Na most a célom ezzel, hogy eljussak Amazon bolygókra, az pedig az, hogy a Foundry-ban, még mikor elkezdtem volt ezt a karaktert, volt egy Orokin Reaktor Alert, és ez a Orokin Reaktor Alert, ez szüksége van Orokin cellre, illetve neurál szenzorra. És ez az egyik fő motivációm jelenleg, hogy eljussak ezekre a bolygókra, mivel hogy szeresen van Orokin cell, és szeresen keresztül vezet Jupiterre az út, ahol pedig neurál szenzort fogok találni, és valószínűleg az lesz az első Orokin reaktor, amit ugyebár a Warframe-embe bele helyezhetek, hogy megnöveljem a modolási pontszámait. Azért ezt nézzétek, srácok, tehát azért voilà, c'est fini. Kemény a buli. Amúgy annyira komolyan veszik nálunk a klánba a két hónapos inaktivitást, hogy még a kis karakteremet is kirakták a klánból, csak úgy szólok. Szóval, ja, megpróbáljam megnövelni, ugye, Orokin reaktor az itt lehet behelyezni a Warframe-be. Hogyha ezt behelyezed, akkor megnöveli a pontszámait és a modokkal, több modot fogsz tudni benne elhelyezni, szóval az lesz egy pozitívuma. Ha van itt kezdő, akkor kérem, kérdezzetek, könnyebb lesz magyarázni, olyasmit fogok magyarázni, ami nektek fontos, úgyhogy mindenképp tegyétek fel kérdéseiteket. Na,
Úgyhogy, ja. Ha szeretnétek beszélgetni a modolásról, beszélgetünk a modolásról, fegyvermodolásról, hogy kell eljutni bolygóra, lefordítok nektek egy-két dolgot. Annyit érdemes még amúgy a kezdőknek tudniuk, hogy ez itt a kódex. A kódex megmond neked mindent, amire nagyjából szükségetek van. Sziasztok, sziasztok! Amire nagyjából szükségetek van, szóval a Universe fül alatt megtaláltok mindent fegyverekről, megtaláltok mindent a enemikről, már amennyiben szkennelitek őket, erre is rátérhetünk, a Warframe-ekről, megtalálhattok mindent állatokról, tehát információkat szerezhettek, modokról szerezhettek információkat igazából, és relikekről, tehát hogy nagyjából mindenről lehet némi információt szerezni, hogy nagyjából tud, hogy merre lehet elindulni. A játék nem ad túl sok információt, de a dolgokról, de egy kis valamit ad, hogy már el tudjon indulni az ember. Nos. Training fül alatt, tehát igen, itt konkrétan olvashatsz a kezdetekről. Tehát apró tippeket kaphatsz arról, hogy a játék hogy mint csinál. Sebzésről, hamarosan jön Melee 2.3.0. Az biztos, hogy viszonylag nagy változás lesz, viszont kezdőknek nem egy rossz dolog. Hú, kösz a sok followt, hey, hello. Hol tartottam? Igen, szóval ez itt a kódex. Itt kódexben tudod továbbá fölvenni a mindig soron következő questet. Yep. És ha szépen sorjában haladsz a questekkel, akkor szépen sorjában fel is oldanak. Hogyha haladsz, igen, igen, tudom. Hogyha haladsz a küldetésekre, miért csinál veled ezt a játék? Hát, van ez így, hogy szivalt amúgy. Szóval, hogyha szépen haladtok a questekkel, akkor megkapjátok az újabb, és ha oldjátok fel a bolygókat, akkor megkapjátok az újabbnál újabb questeket legalábbis, így tudom. Mint mondtam, kb. 5 éve kezdtem én is ugye a Warframe-et, szóval... nekem is új, ami az új. Farmolt ki a Sarin Prime-ot és kész. Ja, igen, megvan oldva. Csak arra vannak relikém. Lássuk, mennyi relikünk van. Ja, igen. A Void relikeket a Földön fogjátok megszerezni, amint Merkur felé haladtok. Ennyi relikem van. Tam. A kezdő karakterem. Szóval. Itt vagyunk a Földön, a célom az, hogy Orokin reaktort meg tudjam építeni, mivel azzal erősebbé tudom ugye tenni a Warframe-emet. Első bolygó, amire átjöttem, az a Vénusz volt, és a Vénuszon, a fosszán helyből ki is farmoltam a Rhino-t. Szia, Dénes, új vagyok, jó a streamen, nyomjátok follow-t kappa. Kösz, Dénes, de tudom, hogy te nem vagy új. Szóval a fosszán helyből ki is farmoltam a Rhino-t. A metódus, amit követek, az az, hogyha eljutok egy bosshoz egy adott játékban, akkor ha már ott vagyok, akkor kifarmolom a hozzátartozó Warframe-et. Nem építem meg, ott van a Foundry-ba, megvan, voilà. Vár arra, hogy egyszer csak meg legyen építve, akkor, amikor úgy döntök, hogy elég erőforrásom lesz arra, hogy meg tudjam építeni. El tudnám már kezdeni egy control modult, nem nehéz beszerezni. Elvitetem magam valahol dobál control modult, és a kis karaktereddel, gomikám, felőlem, gyere, gyere, várja, föl meg teljesed egyetlen szerelmem, gyere, gomi. Vagy nem teljesed Discordra? Csak nem tudom, hogy fognak-e hallani téged. Nem biztos, mert lehet, hogy utána, ha később indítom el a Discordot, általában nem hallják az emberek, de nem baj. Legalább nem bassza a fülüket, így is mondhatom, igaz? Gyere be a live szobában, jó? A live szobában leszek. Annak rá kezdett, már még nem tudja, hogy kezdett bele. Igen, igen, előfordulhat. Na, nekem, hát nagyon szívesen, és azért csinálom ezt, Ronin, ha bármi kérdésed van, írjad ki magadból, mert
most kb. Ezen alkalmak egyike lesz, amikor válaszolok a kérdésekre. Tényleg lesz Umbra Nézáról szó? Tényleg lesz Umbra Nézáról szó? Bár egy kicsit várat vagyok, nagyjából 23 órája nem aludtam, de nem probléma, ha még ébren leszek a 2 óra végére, szia Gomi, ha még ébren leszek a 2 óra végére, akkor mindenképpen lesz Umbra Nézáról, sőt, még Hidroidról is lehet szó, ha arról van szó. Mit akartam mondani? Hol tartottam? Azt, hogy... Igen. Szóval... Szóval nagyjából kifarmolom. Na most ugye én eljutottam Lake Krillhez, de srácok, jelen pillanatban ennyi a 25-ös MK Braton 20-as, tehát tényleg egy kilódás lenne megölni, viszont nem szeretném a ti időtöket vesztegetni azzal, hogy kifarmolok egy teljes volt annál az adott bossnál. így ezért egy kicsit gyorsabban haladunk, hogy tudjuk, hogy mi kell. A következő a célom. El kell jutnom Phobosra, azért kell elmennem Phobosra, hogy átjuthassak Ceresre, ahol Orokincelt tudok már farmolni. De ahhoz, hogy átjussak Ceresre, meg kell ölnöm Sargentet az Iliadon. Szóval Iliad bosszát meg kell öljem tulajdonképpen, az lesz az egyik feladat, hogy átjussak. Lejkrét már megöltem, ugye az jutott a másik feladat, és... Void reliket kell majd finomítanom. Na most. Hol kezdjük? Akkor ezt tulajdonképpen a Void relik finomítással kezdhetem is a dolgot, hogy akkor legyen meg az a junction. Útközben el tudom nektek mondani, hogy mi kell a Venus Junctionhoz, azoknak, akik kíváncsiak. Venus Junctionhoz meg kell csinálni a Wars Price Questet, ami ott lesz a kódexben. 20 modot össze kell gyűjtened, 4 modot bele kell tenned a Warframe-edbe, és második rankra fel kell húznod 2 modot, nem, csak 1 modot, bocsánat, második rankra fel kell húzni, és 3 Eximus ellenséget le kell győzni a Földön. Na most ezek közül, a kihívások közül konkrétan magától adódóan meg fogod csinálni az elsőt, a másodikat, a harmadikat és a negyediket. Magától meg lesz csinálva. Szia, Bence! Sziasztok újra! Spoiler! Igen, tudom. Hát igen, mondták sokan, hogyha egyszer elkezdve nem fogom tudni abba hagyni. Na, szóval ezeken a junctionokon haladva ugye nyitjátok meg a bolygókat. Ha kérdésetek van, akkor... Necropiersen nem lehet nyitni a klánt. Srácok, én nem vagyok ellen, hogy nyissunk klánt konzolon, viszont annyi biztos, hogy nekem már kapacitásom nem lenne azzal is foglalkozni, ezért nekem oda kell egy tökös srác, aki képes összetartani a csapatot, természetesen segítenék neki, de inkább tanácsokkal, sem mint hogy aktívan ott tudjak lenni egy PS4 klánban, mert az már tényleg, tehát... A Necro Army nagy, nem csak Warframe-ben, hanem azon kívül is, és azért... Mi ez a finomítás? Na igen, ezek itt a relikéid. A relikeket meg fogod kapni, amint megcsinálod a Merkur Junction-t. Ide jössz, és rákattintasz egy relikre, és itt van ez a Refinement. Na most nekem ebből 0 van, de hamarosan szerzek egy párat. Itt van ez a refinement, és konkrétan úgy fogni, mint az, hogy rákattintasz erre az Exceptional Flores vagy Radiantra, és akkor amit csinál, megmutatom, mert konkrétan most ezt akarom csinálni, Gomi. Akarsz csatlakozni? De nem is tudom, hogy megvan-e nekem ez a kis karakter, meg vagy a barátnak. Nem hiszem, hogy meg vagyok. Várjál. Mindjárt megnézd egyáltalán, hogy hívják. Hol tudom megnézni, várjál. Micsodát? Ezt a kis karaktert? Ja? Ezt... Igen. Figyelj, cica. Amúgy halljátok Gomit a játékban? Elküldjem Steamen a nevemet.
küldd el Steamen a nevedet. Valami hangos gumi, akkor egy kicsit lehalkítom. Jó, hangos vagyok. Szerettem, hogy ez szexi a hangja. Búgok, mint egy 380-as izé. Add friend. Name. Amúgy egy izén van egy Excaliburon, ami 20-as szintű. Na, figyelj, elküldtem a meghívót. Várjál. Lélegzete hangosabb, mint te neked a beszéd. Ez igen. Lejjebb hallgítom, lejjebb hallgítom. Ja, most már 30%-a van, srácok, ez. Nos, most elmegyünk, és akkor szerzünk néhány reliket, és kifinomítjuk azokat a relikeket, mindazok kedvéért, akik értsék, hogy mi van. Akkor hívj meg Cica, aztán én is finomítok, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Jó, finomítsál, mert... Most finomítottam amúgy limonádét. Finomíts magad a... Tessék. Itt én meghívom, aztán gyorsan gyere, ne nézzük. Én elfogadtam. Szia Zsolti. Elfogadtad. Nos, már csak egy Fisherre van szükségünk. Litra megyünk, mert az jó könnyű. Rescue vagy Capture. Hát nekem csak Rescue van, úgyhogy Rescue marad. Berakjuk ezeket. Most Prime cuccokat is formolunk egyben. Tehát az lenne a lényege. Berakjuk egy A2-est. Teljesen mindegy, úgy sincs sok belőle. De az a lényeg, hogy azzal, hogy már elkezdünk Prime frémeket, illetve fegyvereket farmolni, azzal már elindulunk egy úton, ahol már platinát is tudunk szerezni, ugye, ami a platina konkrétan az a pénz, nem amit igazi pénzért tudsz vásárolni a Warframe-ben. Nem kell megijedni, a játék nem pay to win. Mindent meg lehet szerezni ingyen, kivéve a Tenugenskineket, mert azok más játékosok készítik. Szóval ez egy fair kereset tud lenni nekik. Azon kívül pedig, ha az ember platinumot vesz, akkor csak annyit nyer vele, hogy gyorsabban tud fejlődni. De OP fegyverek, vagy OP cuccok, vagy ilyesmi nem létezik a farfémben, amit igazi pénzé meg tudsz venni. Na igen, szóval ezeket kell gyűjteni, amit itt láttatok, azoknak, ahhoz, hogy ezekből ráadásul 10-et kell összegyűjteni. Ha 10-et összegyűjtesz, akkor úgynevezetten ki tudod nyitni a reliket, és az fogja magában rejteni a kincset. Című történet, és egy prime alkatrészt. Amikor így átváltoznak, látjátok ezt a sárga fényt, akkor tudjátok, hogy lesznek ilyen kis cuccok, amiket gyűjtögetnetek kell. Ha összegyűjtöttetek 10-et, akkor a Warframe-etek kap egy bónuszt. Warframe-etek kap egy bónuszt, max lőszer, max energia, vagy ilyesmi, és ez tart valami 90 másodpercig, ha jól tudom. Hát, bitch please, ha most nem fog több spawnolni. Spawnoltad előre felé más gomikán, vagy vissza kell menjek azért? Nem láttam senkit, összeszedtem a 10-et rögtön az elején. Igen, vissza kell menjek, érte. Itt is esett közbe. Most már ide értem. Lássuk, milyen bónusz kaptam, hát nem lőszert, nem energiát. Néha több, néha kevesebb. Gondolom attól függ, hogy mit kap az ember. Minden kezdőnek amúgy az elején javaslom mindenféle modot, amit meglát a földön, heverészni, azt gyűjtse össze, mivel hogy abból endót tud magának varázsolni. Az endó pedig hozzájárul ahhoz, hogy a Warframe modjaidat ki tud maxolni. Vagyis erősebbé tett a Warframe-edet.
Na húzzunk ki. A másik pedig, látjátok, ez itt egy rescue küldetés. Előre elárulom nektek a tippet, ezen a rescue küldetésen, ha megszólal a riasztó, már pedig valószínűleg meg fog szólalni, hogyha kezdők vagytok, akkor kaptok egy úgynevezett Spectre Blueprintet. A Spectre-ek, hogy is mondjam, testőrök a Warframe-be, akiket le tudsz magadnak gyártani a Foundry-ban, és tudod magaddal vinni a küldetésre. Na most azért mondom, hogy szerezzél egy ilyen Spectre-t, mivel hogy az egyik Junction-höz valamelyik bolygónál szükséged lesz rá. És hoppá, itt a... Szóval szükséged lesz rá arra, hogy legyárts egy ilyen Spectre Warframe-et, és vidd magaddal a küldetésre. Mi ez a Mastery level? Ó, a Mastery rank 2! Micsoda, Kari? Hát, hogy a viharos, azban nem szeretnélek? Hát, ki ha én nem? Forma. Na, azt a kurva Valky Prime System. Na, tessé, beszarok. Ilyen szerencsét azért kezdőszinten, srácok, a Valky Prime System a Valkynak a legritkább alkatrésze. Potenciálisan jelenleg azt hiszem megér legalább 50 platot, 50-60 platot. Na most, hogy ezt hogy tudjátok kideríteni, hogy mi mennyi platot ér? Van egy olyan weboldal, hogy Warframe Market, Google-on rátaláljátok. A Warframe Marketen pedig nagyon egyszerűen meg tudjátok nézni, hogy mi mennyibe kerül. Szóval, engem Zsolti, hogy a viharos faszban, ne szeretnélek téged is. Na most ezek a Spectre-ek, amiről beszéltem, ezek a Spectre-ek neked meg fognak jelenni a Foundry-ban. És le tud őket gyártani, szóval nem drágák, de később fog kell, szóval tartogasd ott, később fog kelleni az egyik Junction-höz. Ezt sokan kérdezték tőlem kezdők Facebookon, hogy mi az a Spectre, honnan tudnak szerezni. Rescue mission-ök dobják a Spectre-eket. Minél nehezebb rescue mission-re mész, annál magasabb szintű Spectre dobsz, amit itt a kis csillaggal jelzi a történet. Nem a Chasis a legritkább, az egyik leggyakribb, de a System, lehet, hogy a Chasis ritka, de a System talán a legritkább. Ja, nos, harcra fel, akkor azt mondja, hogy jöhet a finomítás, mivel hogy ugye az challenge, 18 van, na még egy kört kell menjünk, 25 a minimum, akkor menjünk még egy kört, gomikám. Szeretet hiányos klán, jó akari alapítsa, szeretet hiányos klán, hülye fasz. Fisher, újra be, menjünk, rescue-oljunk. A kettes. Ha ezúttal formát dob, azt fogom választani. Komolyan mondom, remélem formát dob. Lehet, csak nincs relikem, jó? Mastery Rank 2-es karakterem vagyok, nem kell nyomni, nem kell nyomatni. Én egy SBP-t fogok most kiszedni. SBP-t, azaz, megnézem. Hogy lehet szindikétekbe pontokat gyűjteni? Amint kijövök erről a küldetésről, azt is meg tudom neked mutatni. Jó, juttasd eszembe, gomi, szindikét pontok. Rendben. Meg is fogom, megcsináljuk, megmutatom, hogy hogy lehet azt. Hallod, szindikét pontok. Kösz. Mi az a forma és mire lehet felhasználni? Oké, okay, ez is egy kérdés. Gomi, jegyzed, az meg. Ezért, ezeket most ölni kéne. Szóval szindikét pontok, forma és mire lehet használni. Mindenképp fogunk róla beszélni. Mindenről beszélünk. Én nem beszélünk. Beszéljünk a szűszártyáról. Szindikét, jó kérdés, arra más is kíváncsi. Nagyszerű, így kell ezt. Ha jönnek a kérdések, persze azért szépen sorjában. Ha valamit elfelejtenék megemlíteni, akkor majd írjátok le, hogy mi volt a kérdés, hogy jusson eszembe. Menjünk már tovább. Na, menjünk. Közben valaki ölje ezeket a izéket, mert nekem nincs elég damage-em. Szerinted nekem?
Nem érdekelt, ez olyan 16-osok. MK1 Bratonova hagyjál. Nekem meg MK1 Parison. Az meg MK1 Boom. Még jobb az meg, ez az gyűlik. Az életem. Úgy Ancient Healer. Biggest, meghaltam. Gyere, szedjék fel. Biggest enemy ever. Ez meg, de milyen leterítenek téged is, Getsz, kösz. Na húzzuk meg a faszba. Én kemény vagyok, mint a 380. Bombard, Ancient Healer, mi mindennel megszór minket. Még kell 3 darab. Ezt kiugrálom magam itt. Komolyan mindenki kezdő, tehát így nem tud senki se ölni, vagy nem akarna, vagy? Én gondolom így. Rakt ugye, mert erre a módra nem igen jönnek, tehát ezen a szinten. De hogy nem, ha kell nekik egy Vampire System, akkor jönnek, az meg. Ivorát kiformolni kezdőknek jó kérdés, mert nem találtam már meg vele. Figyelj, Hybrid Huligán, van egy full videóm Ivoráról, azóta se változott, hogy hogyan kell kiformolni, de igazából spy missioneket kell csinálni, kell könnyűtől, nehézik, tehát a földtől egészen, mondjatok egy nehéz bolygót, Erisig. A földtől Erisig spy missioneket kell csinálni, és ezen spy missionon esnek az a Ivara alkatrészei. Hogy kell bolygót feloldani? Igen, azt magyaráztam eddig. Akkor elmondom még egyszer. Beszélünk a bolygó feloldásról. Jelöltem egy Morphit, hogyha kell. Kezdőknek azt mondom, tehát attól függ, hogy mennyire vagy kezdő. Mastery rank 6, oké, szedd ki az ivarát. Mastery rank 6-ig szerintem annyira ne akar ivarázni, mert egy, nem feltétlenül lesznek meg belevaló módjait, és a spy missionöket nehéznek fogod találni kezdőnek. Így inkább szerez gyakorlatot spy missionre, de őszinte szeretek, én is Ivara formuláskor tanultam meg igazán spy missionolni. Ugye, Gomi? Megvoltak a köreink Ivarával. Én akkor utáltam meg a spy ezzel találkoztál sokat, hogy Ivarát. Hát ennyi, spy. Ennyi. A hemát farmolni? Hát a hemát úgy kell farmolni, hogy bemész egy klánba és kiveszed. Már ha találsz egy klánt, akinek ki van farmolva. Amúgy mutagén szempől kell leginkább a hemába minden klánnál, azokat kell nagyon sokat farmolni. Azt hiszem, amire a klánunk kifarmolta a hemát, egy évbe beletelt. Mehetünk is. Elsőre beletaláltam a tagba. Nagy ügyes vagy. YouTube-ra kikerül-e a videó? Valószínűleg ki fog, igen. Megpróbálom egybe az egész live-ot szerintem feltölteni. Célszerűbb úgy, hogy már annak a kezdőnek, aki annak a kezdőnek, akinek lesz türelme végignézni, valószínűleg nem lesz egy rövid adás, de alapjáraton megpróbálom az alapokat átadni és elindítani egy kezdőjátékost. De hogy tényleg, ilyen damage buff kellett volna, akkor szóltam volna egy karaktert. Nem, az úgy nem fair. Tehát szeretném, hogyha látnák a kezdők, hogy a Warframe nem nehéz, és egyszerűen lehet vele haladni. Phobos, hogyan kell felnyitni? Igen, beszélgettünk erről is. Kicsit tartok a damage 3.0-tól, félek, hogy az összes kardomat át kell modoljam, és azt nem szeretném. De attól függetlenül mi az Isten nyila? Fortunát nagyon várom, és főleg a railjacket, de még elég messze vannak. Szia Blade! Mindenképpen. Melyik karaktert lehet a legkönnyebben farmolni? Kezdő szinten azt mondanám, hogy a Rhino-t mindenképpen, mivel az első bolygó a Merkur lesz, amire át fogsz menni. Úgyhogy a Rhino-t mindenképp, és az Oberont mondanám, amit mindenképpen, bassza meg, senkinek nem dobott egy formát. Na most, ebben az esetben azért maradok a Cernos Prime Blueprintnél, mivel ez a legértékesebb. Az értékek a Prime cuccok között úgy mennek, hogy van ez a narancsos, és van ez a fehéres, amit én választottam, és van egy rikító sárga.
ami a legértékesebbet jelzi. Az Oberon nagyon jó bosszölő karakter, az egyes képessége önmagával, mivel skálázódik a damage rajta, öli a bosszokat gond nélkül. Exit. Na most, akkor beszélgessünk szindikátusok és bolygófeloldás. Bolygófeloldás, hölgyeim és uraim, ugye a földről indulsz, és a földön szépen végig kell menni a küldetéseken, amíg elérsz az úgynevezett junctionökhöz. A junctionöknél bizonyos challenge-eket kell megcsinálni, amit ott látjátok. Az első ugye, le is fordítottam ott, complete quest of worth price, collect 20 mods, tehát különböző challenge-eket kell megcsinálni a junctionöknél. Phoboszt hogy kell feloldani? Konkrétan Phoboszhoz meg kell ölj 150 ellenséget egy küldetés alatt, 3 cephalon fragmentet le kell szkennelned a Marson, el fogok még ma menni arra a küldetésre, hogy megmutassam, hogy hogy kell cephalon fragmenteket szerezni és leszkennelni, és 3 lit void reliket kell felnyitni, 2-nél járunk jelenleg, úgyhogy azt még meg kell, még egy küldetésre el kell menni. Melyik repit érdemes elkezdeni? Mire gondolsz repi alatt? Mert egy repi van az alap, amit kapsz kezdőként. Szindikátusok, Mastery Rank 3-tól érhetőek el, hölgyeim és uraim. Én még messze vagyok a Mastery Rank 3-tól. Na most, szindikátus pontokat úgy lehet gyűjteni, hogy beregisztrálsz egy szindikátushoz. Amint beregisztráltál egy szindikátushoz, kapsz tőlük egy úgynevezett szigilt. A szigilt úgy lehet feltenni, hogy eljössz az arzenálhoz, rámész az appearance gombra, rámész a regália gombra, és front vagy back szigil, mindegy, front szigilre rámész, és kiválasztod innen a szindikátusnak a szigiljét, meg fogod ismerni. Rákattintasz, és megjelenik a mellkasodon vagy a hátadon, attól függ, hogy hol, és attól a perctől kezdve a szindikátusra minden küldetésen szerzel némi pontot, továbbá megjelennek neked, mint challenge, a szindikátus küldetéseket ugyanígy itt elérheted az alertek mellett. Na most azok adnak még több pontot. A pattanás a frame nyakán az arra lesz való, hogy a Nidusnak a kutyáját, a kubróját le tudjam gyártani később. Szóval azért nem szabadulok meg tőle, mert az hozzávezet az úgynevezett Helmet Chargerhez, az a Nidus kubró, hogy le tudjam gyártani. Azért van most ott. Azt a pattanást megszerezni úgy lehet egyszerűen, hogyha egy Nidussal már egy küldetésben vagy, pattanás megjelenik rajtad, mert megfertőz. Na, akkor mehetünk még egy Fisherre, mert ugye 3 darab kell. Bam! Induljunk. Kinyitom az utolsó A2-met. Várj, nem? Nope. Van egy olyan, ami van. Hát, marad ez. Gomikám, fogadd el, az zúzzuk. Jó, szindikátus mondtam, bolygófeloldás most csináljuk, konkrétan, ugyebár. Ne feledjétek el, hogyha kezdőként elértek egy bosshoz, egy bolygón, álljatok meg ott, és farmoljátok ki az ott lévő warframe-et. Én most nem csinálom, csak azért, hogy gyorsabban tudjunk haladni, többet tudjak mutatni, de mindenképp csináljátok, nem kell legyártani. Ó, forma, pakker, forma. Jó, hogy mondod. A forma igazából a modolásnál szükségeltetik, és hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit a warframe-et erősebb legyen. De meg fogom mutatni, hogy hogyan kell használni, és mit kell tudni róla. Kérlek, kijöttem a küldetésre, juttasd eszembe. Jó van, akkor én meg észrevettem, pofázhattam, mert azt hittem már nem szeretsz. Mondom, te akkor a formáról beszélj. Mondom, hallod a formát, akkor mondd el. Nem hallottam, egy forma. Darab szót nem mondtál meg. Oké, mert le volt nyitva a mikrofonom, most vettem észre. Lol. Epic fail. Ja, ne izgassam a közönséget felszlegesen. Amit még látok új játékosoknál, biztatlak titeket, hogy játszatok publikon,
Néha horrorisztikus tud lenni, de legtöbbször, amit látjátok, jut játékos, és lesz akivel játszani. És ha úgy adódik, szólóban sem nehéz lehozni a küldetéseket. Első bolygó Merkur lesz, szóval ott csak a Rino van. Úgyhogy más nem is nagyon fogsz tudni farmolni. És a Rino az egy jó következő, második karakter lesz. Sok játékos szereti meg a Rinót, amit megszerzi, hogy őszinte legyen. De nekem már a Rino ott pihen a Foundry-ba, már kifarmoltam a Vénuszon. Bocsánat, igen, Vénusz, nem Merkur. Igen, bocsánat. De csak arra várok, hogy eljussak addig, megszerezzem rá az összes nyersemet. Kell szépen lassan elkezdem legyártani. Legyártam már is, megvan a második Warframe-em. Voilà, c'est fini. Igen, a kettes kép, igen, ugye főleg, hogyha nincs oroki reaktorja az embernek, akkor a Rino kettes képessége az ad egy extra armort, ugye, és az extra védelem egy kezdőjátékosnak nagyon jól jön. De egyet mondok, kezdőjátékosként gyakoroljátok a parkürt. Tehát amit én itt csinálok, ugra-bugra, control, space, space, control, space, space. Majd megmutatom. Ha gyakoroljátok ezt, akkor gyorsabb mozgást értek el, ezért olyan Warframe-mel is, akár mint az Excalibur volt vagy meg, sikeresek fogtok tudni lenni. A Warframe-nek a mindene szinte az a mozgás kultúra. Felugrik, space, space, zoom. Becsúszik, space, space, zoom. És haladni tudsz. Remélem valakinek dob formát. Ez jó lenne. Merre kell menni? El vagyok teljesen tévedve már? Ja. Ne felejtsd fel egy kis lövöldöt. Totál el vagyok tévedve. Megyek, megyek, megyek. Na szóval. Haladunk, haladunk, haladunk. Egyébként az a build, amit a Wukongról annó csináltam, az teljesen helytáll most is, mivel a karakter nagyon erős. Ajánlom szeretettel, hogy Moton meddig bírja, régen nagyon sokáig bírta, de szerintem most is kibírja az óra környékét bőven. Ha figyelsz arra, a forma tökéletes. Na, meg tudom mutatni, hogy mire jó a forma. Ha figyelsz arra, ugye, Wukongnál, hogy a kettes képessége hogy játszom, mert elsőre feltölt 90%-ot, tehát mindig, amikor meghalnál, egyre kevesebb életet tölt vissza. Úgyhogy kell legyen valami kardod lifestrike-kal, vagy healing return-nel, ami visszatölti az életedet, hogy utána nyugodtan kapcsolgathasd a kettest, hogy mindig-mindig azt a maximális életet kap vissza. A probléma moton ugye, hogy két elkapcsolás között bekaphatod a halálos sebzés gond nélkül. Na, akkor jöhet, ugye a bolygó, közben mondom azoknak, akik bolygót, feladat teljesítve 3 Lit Void reliket megcsináltunk, ugyebár, és közben ugye Ceresre is szeretnék haladni, és ott pedig Refine a Void Relic once at the console in your orbiter, szóval az is megvan, no problem, refine-oljuk, finomítjuk a Void reliket, tehát rákattintunk egy Void relikre, és felhúzzuk Exceptional-re, mert csak annyi pontunk van amúgy is, és most már itt megjelenik neki ez a kék cucc, 3-szor lehet így refine-olni, le van tudva, 2 challenge egyszerre. Forma, hölgyeim és uraim, a forma a modolásnál szükségeltetik, mégpedig azért, hogy több helyünk legyen a Warframe-be, jobban ki tudjuk húzni a modokat, erősebbé tudjuk tenni a modokat.
Újon kontot kezdtem, igen. Excaliburt most már igen nehéz kiszedni, és nagyon javasolt első karakternek pont emiatt. Macera kiszedni, nem nehéz, de macera. És emiatt inkább célszerű azzal kezdeni, mivel a Volt az megtalálható a klánokban, és a Meget, a Megnek a bosszát nem nehéz megölni. Szóval, ja, javasolt az Excalibur kezdésnek. Hogyan lehet trédelni? Misó, hogyan lehet trédelni, azt most odáig ma ebben a live-ban nem fogok eljutni, viszont annyit elsőre elmondhatok neked, hogy van itt egy olyan, hogy trading cseten, és itt tudod elkezdeni a trédelést. A másiknak, Mison, azt szeretném mondani, hogy van egy olyan videóm, hogy trading, tehát beírod, hogy trédelés 2018 Necrocream YouTube-ra, és mindent elmondok a tradingről ott. Forma. Itt tartottam. A forma azért arra való, ugye, hogy erősebbítjük a Warframe-et, jobban ki tudjuk húzni a modokat, amik benne vannak, tehát erősebbé tudjuk átönsíteni. Hogy lehet a formát belerakni a Warframe-be, rámegyünk ide az Actions feliratra, persze a Warframe-en maxos kell, hogy legyen. Tehát formát úgy tudsz beletenni Warframe-be, hogy maxos lesz. Amiután beletettél egy formát a Warframe-be itt az Action gomb alatt, utána, tehát meg fogja kérdezni tőled a forma, hogy mire szeretnéd formázni, és látjátok ezt a jelecskét? Ugyanezek a jelek itt is megtalálhatóak. Na most ezekre a jelekre formázhatod a Warframe-edet. Hogyha leformázod egy ilyen jelre, amint látjátok, ez a Vitality 8 pontba kerül. De hogyha belerakom a hasonszőrű jelbe, akkor már csak 4 pontba kerül. És konkrétan pontszámos spórolsz meg a Warframe-ednek, hogy több modot bele tudjál rakni. Erre való a forma. Ugyanakkor az Orokin reaktor szintén ugyanígy bele tudod helyezni a formába, megduplázza az összes pontszámodat a Warframe-nél. Nem a formába tudod belehelyezni, hanem a fegyverbe vagy a fegyverbe katalisztot, a frame-be pedig reaktort. Hogyan kell a hajamat leformázni? Kopaszra kell vágatnod először is, csak középen, és úgy hagyod, és akkor utána majd sikerülni fog. Hidd el nekem, tényleg úgy kell. Nem tudod, hogy kell eladni. Na most van egy videóm, az a címe, Kubró nevelés rejtelmei. Ott arról is beszélek, hogy hogy lehet a Kubrót eladni. Kicsit régi a videó, de elmond minden alapot arról, hogy hogyan lehet Kubrókkal kereskedni, eladni és a többi, mert jelenleg itt ebben az akkonton nem fogok tudni eljutni szerintem ma addig, hogy Kubrót is elkezdünk legyártani, nemhogy eladni. Úgyhogy javaslom, Denike, nézd meg azt a videót, és Kubró nevelés rejtelmei, az a videó címe, és ott meg fogod tudni találni, hogy mit kell csinálni a Kubrókkal. Hunter Adalani, Live Strike, Vukulunk nem feltétlenül kell kijönni a kettes kert. Nem feltétlenül, de egy adott pont után fogsz halni, Live Strike ide vagy oda, moton, tehát meg fogsz halni, és akkor ugye a kettes kevesebbet fog tölteni vissza, ami a Wukongot illeti, és időről időre bebújsz, tudod, valami kis sarokba, biztonságba, és kibe kapcsolod, és le van tudva. Ennyi. Az első bolygós Warframe-en sok idő farmolni. A játék random. Random dobálja a cuccokat. Van, akinek 10 perc lesz, van, akinek egy óra. Igen, Kubro MR5 után, nagyjából MR5 után, igen, érdemes foglalkozni, ez tény és való. Hol tartottam? Igen, küldetés, ugye, Ceres Junction majdnem kész van, már csak a Phobosnak a bosszát kell legyőzzem. Szóval haladok szépen tovább, 3 cefalon fragmentet le kell szkennelni a Marson. Na most. Cephalon fragmentek, azok random teremnek minden bolygón, úgyhogy
Válasszunk valami könnyű bolygót, mondjuk egy extermination-t. Mert vagy szabotás? Szabotás könnyű Marson. Legyen szabotás, Gomi. És meg kell keresni, tudod, azt a kék pöcköt, Gomi. Igen. Amit az előbb lett jelölve, csak nem mentünk vissza érte. Akkor jó, akkor most jelöld még egyszer, hogyha véletlenül megtaláljuk. Na most ez egy kicsit macera lesz. Mert meg kell találni ezeket a cefalon fragmenteken. Remélem van nálam szkenner, van nálam szkenner, igen, jó. Most vagy MR7 Reno. Igen. De hát Denike mindenképp nézd meg akkor a kubros videómat, de ami a Reno-t illeti, igen, még mindig egy dobbantó karakter tud lenni. Figyelj, elmegyek, lezúzom a küldetést, addig te keressed. Hát ha útközben én is belefutok, Oké. mert rettenet béna vagyok ahhoz, hogy meglássam azt a szart. És ha megvan, akkor majd leszkenneled és váltunk. Szia, tepsi krumpli. Tepsi krumpli, öcső. Your target is this location's computer system. Find and access the terminals. Your target is the reactor. Na most azoknak, akik netán szólózzák a történetet, no para, csináljátok meg a küldetést először, és utána addig vagytok bent a pályán, amennyit jól esik. És ha lenyomtok 150 enemit, nyomjunk le, ráadásul igen, Gomi, nyomjunk le 150 enemit, ha le tudunk, mert az is egy küldetés ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Hogy megszerezted a kubrot, utána eltűnt, meghalt, előfordulhat. Ha nem játszol vele hosszú ideig, csak úgy ott hagyod az űrhajón kezdőként, még nincsen meg az a felszerelésed, ami mondhatni, hogy örök életűvé teszi a kubrot. Ezért ügyelned kell az életére, és vagy hogyha nem tudsz ügyelni az életére, vagy nincs elég pénzed fenntartani, akkor stázisba kell raknod. Siker, Gomika? Jaj, most már várja. Még. Nem találtam semmit, addig ölök. Közben nézelődök. Annyit hozzá tudok adni, amint látjátok, ez a... Mondjuk bassza meg, ez Codex Scanner, de szerintem jó lesz ez is. Codex Scanner az arra való, hogy információkat szerez dolgokról. Szóval például leszkennelem ezt a virágot, információt fogok róla szerezni, és nem hogy csak információt fogok róla szerezni, egy későbbi Warframe megszerzésére is hasznos lesz, akit úgy hívnak, hogy Titánia. Szóval a virágokat, minden, amit láttok, nagyjából tudtok szkennelni, tehát például ott valahol van egy enemy, leszkennelem, így információt gyűjtök róluk. Egyes enemiket többször kell leszkennelni, hogy megjelenjenek a kódexedben, és... Megtaláltad? Nem. Meh. Reméljük megjelenik. Gallium. Egy értékesebb nyersanyag, amit ritkábban dob a játék, úgyhogy mindenképp szerezzétek, gyűjtsétek. És Gollium, ez ott meg Morphix. Nem azt mondom, amúgy nem érdemes nagyon kinyitogatni kezdőként minden szekrényt. Warframe-t, hogy csak platinumért lehet szerezni? Igen, viszont 20 platinumot szerezni nem túl nehéz. Amire szükséged van, hogy Prime Warframe-eket farmolj az elején. Továbbá,
Érjétek el a Mastery Rank 4-et, csináljátok meg a Second Dream nevű questet, és megnyílnak a szortik. A szortik azok egy kicsit nehezebb küldetések, viszont dobnak úgynevezett Riven modokat. A Riven modokat pedig veszik, mint a cukrot. Szóval egy alap Riven modot, ami még nincs kinyitva, úgynevezett kinyitva, nagyjából 50 platé vesznek. És abból kezdőként Riven modokból, illetve Prime alkatrészekből lehet platot csinálni elég jól. Főleg a Rivenekből, és Riveneket viszonylag jól dob. Jól dobnak a szorték. Ha nincs, hát nincs amúgy. Túl sokáig lekeres, kimegyünk, aztán... De most mondtad meg, akkor csinál 152-t, vagy mennyit? Ja, tényleg. A 17-nél járok. Fejenként kell 150, vagy összesen? Hát fejenként szerintem. Nem fog annyi leszpanolni szerintem itt. Lehet. Az egy Survivor kellene. Sortik, Mastery Rank 4 után érhetőek el. Illetve nem Mastery Rank, hát Mastery Rank 4 kell legyél, és meg kell csináld a Second Dream nevű küldetést. És utána ugyanúgy megjelenik, ahol a alertek megjelennek. Maguktól megjelennek, csak meg kell legyen a Second Dream nevű küldetés. Na ott a fragment, jó. Mi? Megvan? Ó, ki az én hősöm? Hát nem én. Nem én találtam meg. Megtaláltad, ez meg. Megvan, Rübi! Mi a pecs? Legalább a kiárat felé van. Stalker? Persze, hát még mindig az egyik klánvezető, ne viccelje. Még jó, hogy megvan. Ő egy ős dinoszaurusz nálunk. Amúgy szia, MC. Nagyjából mindenki megvan az ős dinoszauruszok közül, hogy őszinte legyek. Kitartó csapat vagyunk, nem úgy megy az. Sőt, ott lettek indonimuszok is. Na ez a cefalon fragment. És imádkozom, hogy beadja a scant. Beadta. Hú! Na ebből kell három. Most nagyjából visszajövünk ugyanerre a küldetésre, bár boldogság lesz. Csináltam egy friss akkot, igen. Egyszer csak egy adott ponton. Olvasom, hogy miket írtatok. Nem maradtam le valamiről, de nem. Amiről lemaradtam, azt megválaszoltátok. Köszönöm szépen. Na, még ebből le kell szkenneljünk kettőt. Kódex szkennereket, hölgyeim és uraim. Remélem, itt is lehet venni. Amint látjátok, itt vannak kurva olcsók. Be lehet belőlük stackelni. Így aztán le van tudva a szkennelés. Valaki kérdezett még valamit a kubrókról. Kubrókat életben tartani DNA stabilizátorokkal lehet. DNA stabilizátort veszel, azért nem olcsó, de 6 darabot ad 75 ezeré. És hogyha a kubrónak 60%-ra megy le az élete, akkor be lehet egy ilyet adni neki, és feltölti 100%-ra. Aki kubrót akar eladni, annak úgynevezett imprintet kell csinálni a kubrójáról. Az olyan, mint egy tervrajz a kubró genetikájáról. De az, hogy imprintet tud csinálni a kubródról, szükséged lesz inkubátor power core-ra.
amit a 35 plattét tudsz venni, vagy a blueprintjét meg tudod venni 50 ezer kreditért, és megnézed, hogy mit kell ahhoz, hogy legyártsad. És amint van egy ilyened, imprintet tudsz gyártani a kubródról. A Rhino Prime-ot Void Fisher-ön lehet farmolni, ha van rá reliked, de mivel hogy nincs, vagyis hát most jelenleg pont bent van a játékban, de amúgy nem lesz bent a játékban, nem fogod tudni farmolni, max megvásárolni platinumért, de hogyha van rá reliked, akkor igen, akkor ott. Simulacrumban úgy tudod feloldani az enemiket, hogy ezzel a Codex Scannerrel, amit éppen itt mutattam, az előbb ezzel, ezt kell venned, és szkennelgetned kell az enemiket. Ha leszkenneled egy párszor, mondjuk a kis enemiket 10-szer kell leszkennelni, akkor megjelennek a szimulakrumba. Továbbá létezik egy olyan Sentinel, amit úgy hívnak, hogy Helios, vagy Helios Prime. Na most ez a Heliosnak a képessége az, hogy szkenneli automatikusan az enemiket. Így aztán némivel könnyebb dolgod van, én egy adott ponton csak ezzel mászkáltam, aztán random kezdtek el megjelenni az enemik a szimulakrumban. Perin Sequence Repu sehol se jön a legjobban, minden küldetésen egy adott pontszámot kapsz, de a legjobban, ha reput akarsz farmolni, akkor magukat a szindikátus küldetéseket kell csinálni. Ennyi. Helioszt. A Helioszt, igen, tényleg, igen, a Helios klánból még jobb, tehát ja, Helios klánból lehet kivenni. Tehát nem is mondtam, hogy vegyétek meg a marketből, csak megmutattam, hogy a Helios, de amúgy igen, klán. Szia, papugy! Hol tartottam? Ja, még hármat kell szkennelni abból a szarból. Defense, szabotás, let's go, bitch. Rhino Prime-ot nem úgy kiveszik, már kivették, csak jelen pillanatban visszahozták egy rövid időre. Rhino-t és a Nix-et együtt most visszahozták egy rövid időre, úgyhogy amíg tudjátok, farmoljátok rá a relikeket, mert utána meh-meh. Meh-meh. Na, akkor keresed gomikám, én meg addig... Rendben. Bitch please-elek. Hol lehet, hogy totál összirányba jöttem? Ah, jesszusom, mennyi ide vagy ébre? Még kellek is. Várjál, gyere felém kérlek, mert kettes ajtó van. A barátság ajtó. Megyek. Úgyhogy minden időről időre egy-egy Prime Warframe-et kivesznek a játékból. És időről időre visszahozzák egy rövid időre, hogy azoknak is meglegyen, akiknek nincs meg. Így, egy kis rövid időre. Ja, kezdőknek, látjátok, van nálam egy Sentinel, úgy az a neve, hogy Taxon. Azt mondom, hogy ez az első Sentinel, muszáj legyártani. És állítom, hogy az egyik legjobb is az összes közül. Nagyon olcsó legyártani, gyártsátok le, nagyon jó izé Sentinel. Nézzük közük ért. Hogy nem egy fél éve szedték ki, nem a Rhino-t meg a Nix-et már jó ideje kiszedték. Rhino-t meg a Nix-et már egy jó ideje kiszedték. Keresd azt a cefalon szegmest, gomikám, mert baj van, ha nem. Hopp, hopp, hopp. Látjátok ezek kis apró zöld izéket? Ne hagyjátok ott. A zöld izék a ritkább nyersanyagok, amiket mindenképp izém.
szedjetek össze. Amúgy láttam, hogy belőttek egymás PS-en, hogy ilyesmit csináljátok, srácok, mert a Warframe az egy co-op-ban a legjobb. És amit egy csapat co-op-ban tud csinálni, az nagyon jó felemelős, jutalmazó érzés tud lenni, úgyhogy mindenki, aki csak tud, az játsza a co-op-ban. Sokkal jobb és sokkal élvezetesebb. Discord szerverünket amúgy bárki használhatja halál nyugodtan. Bár úgy, hogy a PS4-nek van saját kommunikációs rendszere, de aki PC-n van, lehet csatlakozni. Megtaláltuk a linket itt a klánunk leírásában, itt a streamen, a videó alatt. Négyen vagyunk, tudod mi lesz itt komikán? Lehet, hogy a másik kettő ki fog menni. Szerintem átállítom invite only-ra. Rendben. Hogyha. Várja, beírom nekik, hogy... Már ha tudják, hogy mi az. A hatos már biztos, hogy tudja. Még egy zöld izé. Nem találtuk meg? Nem. Szégyentelen minden itt neki, mert akkor szépen elkezdünk visszafelé menni, mert... Utálom keresni ezt a szart, komolyan mondom. Ez a fragmentek is nekem random lettek meg, mert... Helios leszkennelte őket, amikor behozták. Úgyhogy fingom sincs, hogy hol keressem. Ah, megvan! Pont itt volt a kor fölött. Kurva egyet, hova nem bújt. Bem, ez is megvolt, még sincs este. Na már csak egy kell. Hellóka, Necricrim, Kubro vagy Sentinel a hasznosabb. Nem tudom ki ez a Necricrim, de adott helyzetekben más, egyik másik kezdőnek azt mondanám, hogy Sentinel, mivel van egy mod, amit megesető mostanra meg is tudok mutatni, ami automatikusan összegyűjti neked a lootot, úgyhogy... Sentinelt mondani, nem, azért van egy ilyen kutya is, ami írva is Kubro. Ami összegyűjti a lootot, de úgy gondolom nem olyan effektív, mint egy Sentinel. Így jobb. Arrébb raktam. Mi volt a gond? Valószínűleg túl hangos volt neki. De le is halkit ad. Na most már kihúzhatunk a rákba. Hát ott vagyok. Oh, de menő. Már nekem be van állítva? Nincs beállítva. Mert nincs bent az arzenál. A lélegzetem, hát azt szerintem Gominak a lélegzetét halljátok, srácok, nem az enyémet. Ja, bocs, srácok, az nem a lélegzetem, az a ventilátor. Mert 78,5 fok van.
a srác túl hangos. Mondom én. Az a gominak a ventilátorát halljától. Így fogja a kezébe és így bzzz, értitek, de jóval hagyjuk. Ilyen vicceket mondok, hogyha fáradt vagyok, de szerintem inkább abba hagyom a vicces élésben. Visszaraktam a hangom erőségét, csak visszahúztam a mikrofont. Jó, még egyet menni kell, ugye? De, na jó, egyik elment. Szerintem rányomom invite only-ra. És akkor menjünk. Pá, 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 pá. Oh, amúgy köszönöm a bicceket. Jaj! Az új quest a kövi update-ben? Nem! Az új quest biztos, hogy nem a kövi update-ben lesz. Ó, amire az új quest kijön, addigra... Pű, öcsém, teljesen megőszülök szerintem, amire az új quest kijön. Na, akkor ugyanaz a taktika. Amire ezt kijön, szerintem jövő év vége felé fogunk járni. Jövő év vége felé. Na zúzzuk a zúznék a fogna a fegyverem. Most már... Az igazság, hogy legyártottam a boltort, ami azt mondom, hogy Mastery Rank 3 felé menet, a legjobb választás, amit egy kezdő választhat. A boltor nevű fegyver. És szerintem az lesz az első, amiben majd úgynevezett Orokin Katalisztot rakok. Orokin Katalist az olyan, mint az... Ó, ez itt egy Trinity! Trinity van velünk is, Prime is, oda nézd a cukorfalat. Hoppá, nézd, mit találtam. 2000 endót találtam, Gomi, gazdagok vagyunk. Na, az, amit ott láttatok, egy úgynevezett Ajatán szobor volt, a kezdőknek mondom. Az Ajatán szobor be lehet rakni az űrhajóba dísznek. Vagy, aki nem akarja, az be tudja váltani endónak. Maru bazárjában. És akkor lesz 2000 endója. Talán kezdőknek célszerű azt csinálni. Mert a kártyúzáshoz nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Már ha nem vagy spórolós fajta, de én például ilyen spórolós fajta játékos vagyok. Úgy sikerült megcsinálnom a Necroarmynak az első változatát is, hogy szana szétsporoltam az agyam, és természetesen volt némi segítségem. A karak... de jó kezdőknek kicsit sajnálatos. Hát jó kezdőknek kb. Olyan, mint a boltor, szóval megtaláltam. El lehet venni. Ugyes vagy, gomikám. Köszi. De cukorfalat. Szkenneljük le ezt a szart. Akkor már szkenneljük le a virágot is. Miért ne? Na most amúgy, ha teljesen leszkennelném azt a Mars izét, akkor extra történetet kapnék Marsról. Cephalon Simarisnál. Jaj, bocsánat, hogy ennyit társítok, gyerekek. Na most már tényleg közelítek nagyon a 24 óra nem olváshoz. De úgy döntöttem, hogy nem alszok, csak hogy több időt tudjak eltölteni évre. Ezt most megmagyaráztam. Ezt meg? Ezt meg. De hát ilyen, ha az ember éjszaka dolgozik. White és a nézőközönsége pedig nappal, úgyhogy gyerünk mindenki éjszakába.
Ezt mutattad, ezt a kék meg a piros kis kristályokat, amik kiesegetnek? Hé? Az ajtán felhúzásához kell. Ja, nem, igazából, de meg jelöltem egyet. Jelöltem egyet. Na, oké, okay. Az a V.2 van ott, az a... Igen, az a... igen. Na jó, a srácok, mint ahogy ez lenni szokott a Warframe-ben, mindent húzni lehet és maxolni. Mint ahogy ezeket a szobrokat is, amit most itt összeszedtünk, csak nem tudom, hogy jó irányba vagyok-e. Hallod? Nyisd már ki az ajtót, vagy... Mert le van zárva, látsz valahol egy konzolt? Várjál, igen, igen, megvan, megyek. Mert én itten nem látok-e. Nyitva. Köszönöm. Ja, nincs most mit. Elveszett a jelölést, tesó. Á, ott van. Megvan. 260 méterre. Most hol van? Már megint. Hm? Merre? Itt. Jövök vissza, szélelöm újra. Kettes. Nem, én nem találok már vissza, baszki. Szinténs közül a Codex Scanner az ugye információt ad az enemikről, továbbá a szimulakrumba is segít összegyűjteni az enemiket. A Synthesis Scanner pedig Cephalon Simarishoz gyűjthetsz pontokat, konkrétan szintézis pontokat. De a kettőnek közös képessége az, hogy beszkennel neked bármit, ami küldetéshez kell. Tehát nem kell válogass a kettő közül. Na, ez volt az Ayatán Star, amit itt láttatok, arra szükségeltetik, hogy ezt az úgynevezett Ayatán szobrot, amit most találtam nemrég, erős, hát ki tudjam húzni, ezáltal több endot tudjak belőle kiszedni. És vagy mozog is, hát akkor. Mozogni is kezd, igen. Na, húzzunk ki a fenébe, és csináljuk meg akkor már azt a utcsó küldetést. Lassan kimaszolódhatna az az Excalibur. Az 21-es szintű a szerencsétlen. De gondoljátok végig, belegondolok, még nincs egy maxos karakterem, de három bolygón fel van oldva, majdhogy nem fullra, megyek a negyedik és az ötödik felé, és Bastion 2, nincs maxos karakter, nincs maxos fegyver, nincs maxos szentére, semmi sem maxos, és mégis el lehet jutni eddig kezdőként a Warframe-be, szóval... És Sziandalát se tettél föl, nem is színeztet ki a karakteredet se. Semmi se csinált, igen. Nekrotik, a kék szellemek szkennelése miért jó Uránoszon, azt hiszem. Igen, a kék szellemeket szkennelje csak szépen le, mivel megadják neked az úgynevezett Nata Questet. A Nata Questet, ha megcsinálod, az a belépő a Second Dream nevű questhez. Úgyhogy, ja, ha leszkennelted elsőre, illetve először ezeket a kék izéket, akkor a Lotus megszólal, hogy Tenno mi volt az, mi az, amit láttál, és akkor annyiba is marad, és akkor mondja, hogy egyelőre fejezd be a küldetést, utána kibeszéljük, és megjelenik a Nata Quest a kódexedben, illetve, hát a kódexben megjelenik mindenképp, de azoknak, akik elsőre szkennelik le ezeket a kék izéket, akkor meg is jelenik alapból, mint főküldetés. És akkor megcsináljátok ezt a Nata Questet. Nem, semmi extra nem, csak ez a belépő a izéhez.
Na, ajatán szobrok. Minden ajatán szobor önmagában 2000 endót ér. De, hogyha szeretnéd, hogy több endót érjen, hát bocsánat, hülyeséget mondtam, nem 2000-et ér, ez jelenleg csak 325-öt. 2000-et ér az, amelyik a sortin dobja. Azt hiszem, igen, de az azt hiszem alapból 2000-et ér. És bele tudsz rakni egy... ezeket a sztárokat, amit csak gyűjtöttem itt jelen pillanatban. És amit láthatjuk, így növeli az endó értékén. Hát kettő fajta ilyen ajatán sztár van. Úgynevezett egy Amber, amiből jelenleg nincs, az dobja ritkán a játék. És a cián, amit egész gyakran dob a játék. Igen, a kék jön inkább sajnos. Mit csinálj akkor a rang 10-hez való küldél, nem látod a placokat? Mi ez a plac? Arról lemaradtam, hogy mi ez a plac. Amúgy van még 5 hely az Excaliburomban. Ha modokra kerül a sor és modolásra, van egy videóm, annak aki kíváncsi, modolás kezdőknek újra magyarázva, azt ajánlom figyelmetekbe, és ott mindent elmondok a modolásról, de az egyik első mod, amire úgy gondolom érdemes fókuszálni és kihúzni minél magasabbra, az a Vitality lenne. Máha van elég endó, de nincs elég endóm, úgyhogy... Bitch please. Következő szint 640 endóba lenne. A szobrokat, amit most kihúztunk, ha nem akarod díszelemnek rakni a hajódba, amit így tudsz megtenni, Equipment, Landing, Craft, Decorate, legnyomod az egyest, kiválasztod a szobrot, és elhelyezed, ahova jól esik. De ha nem akarod ezt csinálni, akkor beválthatod Maru bazárjában, ami a Marson van, itt. Elmész Maruhoz, gyorsan menjünk el Gomikán, megmutatjuk, aztán ki is lépünk. Bence, lehet-e velem játszani? Hát, nagy ritkán. Nagy ritkán. Attól függ, hogy éppen mit csinálok, mi a cél. De például a múltkor lehetett. És itt el tudjátok szenni, adni, ráadásul úgy, hogy Extract and Drop from Ayatan Items. És akkor ide jöttök Maruhoz, kiválasztjátok, látjátok, ez már 992-t ér. Eladjátok Sell Items. Voilà! És már is szereztem 992 endót. Továbbá. Ugyanennél a Marunál heti egyszer van egy ilyen, hogy I am looking for Ayatan treasure. Nincsenek fix pályák, ahol esnek szobrok, random van, és az is elég ritka. És rányomsz, hogy I am ready. Rányomsz start timerre, és már is elindul a küldetés. És elmegyünk egy Ayatan szoboré. Heti egyszer van ez, minden vasárnap frissül. Amióta van, én azóta csinálom, amúgy. És megéri. Amit láttátok, aki látta a napfontomat, az már tudja, hogy a hajom tele van Ayatan szobrokkal, és azon kívül is még tartalékban van rengeteg. Az Umbra modokat konkrétan az Ayatan szobrok segítségével tudtam kihúzni, hogy eladtam őket endóval. Mert kifogytam már az endóból, na és... Control module, Gomi, ha itt vagyunk, ha nem túl magasak az enemék, van sebzésünk, öljünk már enemit, mert kell control module. A Rhino legyártásához egy darab control module kell, baszki. Ha már itt vagyunk, akkor szerezzünk egy darab control module. De szerintem fogunk tudni szerezni még szekrényekből is. Hopp, három control module megvan! Problem solved, Gomikám, ha le vagy némítva már megint, hogyha beszélni akarsz, csak úgy szólok.
Rendben, oké. Csak A prime modokat, értem. A prime modokat Barokatírnél fogod szerezni, igen. Amúgy készüljetek, hamarosan jönnek a Stalker ivadékok. Lehet farmolni Maiming Strike-ot újra, Blood Rush-t újra, Body Count-ot újra, Weeping Wounds-ot újra, úgyhogy készüljetek, mert lesz. Na most ugye ahhoz, hogy megszerezd a szobrot, egy challenge-et kell megcsinálni. Különböző pályák vannak, minden pályán van egy challenge, még így kell tudni csinálni. Megszerezheted a szobrot. Ja persze, hogy időre megy. Annak, aki kérdezné. Meg kellene egy kis parkour skill, de semmi vészes. Láttátok, most én még el is basztam a legnagyobb ugrást. És ott volt valahol egy ajtán szobor, már megint eljelölted be, Gomi? Nem, az egy... Az ajtó lecsukódik, azelőtt át kell jönni rajta. És voilà, még egy szobor. Már is szereztünk még. Csak te szereztél, nekem nem adta meg. De neked is megadta, meglátod. Ja, végén megkapom. Jó. Meg, igen. Ezeket érdemes szétütni, néha itt is dob csillagot amúgy. De azért a másik csillagja elmegyünk. Lent volt alattunk. Igen? Igen. Valahol itt lent aztán. Ah, parancsolj. Még egy kék, kicsit tudjuk boostolni ezt a szobrot is, be tudjuk váltani. Nem rossz, néha frissek kont a játékba, ez igaz, ez tényleg igaz, viszont olyan régóta warframe-ezem, hogy én azt hiszem, nekem már nincs türelmem az a mennyiségű farmhoz, amit régen lerendeztem, és képes voltam türelemmel végigmenni, hogy órákon keresztül csak farmoljunk, és higgyétek el, azóta is abból a nyersanyag mennyiségből élek, plusz amiket össze tudok szedni a küldetések során, amiket csinálok a nagy karakterrel. Tehát egyszer, mikor volt dupla hétvége nyersanyagokban, vettem boostereket, és srácokkal nekifogtunk, végig farmoltuk az egész hétvégét mindenből, és abból a mindenből felhúztuk a Necro Army-t. Egyedül, amivel küszködök a nagy akkontomon, az a forma azóta is. Igen, vannak ezek a Twitch Dropbox snack, annyi, hogy... Igen, vagy ezt kikérdezsó? Ezt te kérdezed, vagy mondod valakinek, mert lemaradtam. De azért elmondom, annak, aki Twitch-el összeköti a Warframe akkontját, hozzájuthat extra dolgokhoz a Warframe-ben, ez tény és való. Nem mindig. Mi a franc? Mi ez a 9 FPS? Memek? Nem mindig, de néha igen. Ja, hát most én elhagyom Maru bazárját, belerakom a csillagokat. Ja, mondod nekem. Igen. Igen, de nekem össze van már kötve. Bár... Várja, ez az akkontom nincs összekötve, és adnak egy Trinity Prime-ot. Hát ne basszatok, tényleg. Várja már, mindjárt kötöm össze. Miért nem? Á, miért csak most mondod? De jó, hogy eszembe juttattad. Ember, hát hallod, adnék egy puszit neked, csak túl messze vagy. Várjatok csak, Warframe. Login, ez meg. Arra kér is összekötöm. Hát hogy a viharos faszba ne közd? És ugye most elméletileg annak egy... Na, de hol is kell? Hát be kell loggoljál. És akkor rámész a profilodra. Account management. Enable Twitch sync, bitch! Account has been linked successfully. Oké. Okay. Hát ez gyors volt. Milyen Twitch accountomhoz linket ez? Jó van, srácok. Hát nem biztos, hogy megkapom, mert hogyha a Necro Twitch-emre... Uh,
Ha Necro Twitch-emre izél, akkor nem fogok kapni lószart se. Ja, a Necro Twitch-emre linkelt, úgyhogy nem fogok kapni szart se. Kurva anyád. Na mindegy. Hát nagyon trükkös, nehogy már szerezek egy Trinity Prime-ot. Nem, mint hogyha nem kapnék egy csomó mindent ingyen, szóval nem panaszkodom. Várjátok. Mit akartam? Ezt akartam felhozni. Egy... hogy tudod összekötni? Elmész a Warframe akkontodra, nem a játékban ugye, hanem weboldalon, a Warframe weboldaladon bejelentkezel, rámész oda, ahol a neved van, jobb felső sarok, manage account, és konkrétan ott lesz a szemed előtt, hogy link with Twitch. Easy peasy, lemon squeezy, nem lehet eltéveszteni. Hol tartottunk, Gomi? Ja, szobor. Szobor, szobor, szerezünk ja, még egy kis. Azt ember. Akartad felhúzni. Igen. Ja, még mindig nincs chamber stárom, de van kettő ciánom, annyi biztos. Meg úgyis, most kilépti a bazárba, úgyhogy szétdobott. Hát most minket. Igen. Visszamegyek a bazárba, eladom ezt is, mert hogy még nem díszítek, mert minek. És már is lesz 2000 endom. Sima Twitch is jó. Bár lehet, hogy a... Nem, a Trinityhez nem. A Trinityhez azt hiszem... A sima is jó. Nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos. Mars. Maru drága. Gyere. Van még két fő küldetésem, mint meg kell csinálni. Egyik a Kubro, a másik az Archwing. Az Archwinget meg fogom csinálni. A Kubrót kicsit később. Hívsz akkor megint? Várjál, még el sem jutottam odáig, hogy szobrozzak. Azt hittem már kész. Most meg kell adni. Extract item, sell items, sell. Okay. Na, van 2000 randonk, tudunk húzni modokat, de egyelőre spórolunk. Mert válság van. De ha kéne trinálni, szívesen. Á, nem, megleszek a simával is, no para. Ja, akkor... Mi kell még ahhoz, hogy átmenjünk arra a kurva fobosra? 150 enemit kell megöljünk egyetlen egy mission alatt. Menjünk egy Survivor-t. Nem? Hát... Jó. Mert ez a gond az ilyen szabotásra gyereke nem jön annyi. Szerintem csak defense tudunk menni, nem látok survivor. Úgyhogy menjünk defense-re, az amúgyis kicsit könnyebb, neked meg Reno-d van. Látod, nekem Excalibur-om van. Azt, ja, azt hittem Reno-d van. Menjünk defense-re. Jó. Hívj meg, azt mentünk defense-re. Viszont papírra rakom akkor, hogy jöjjenek többen. Tudod, hogy én elriszok is egyet. Igazad van. Lehet csatlakozni? Rexi most nem, kivételesen. Ma nem. Máskor igen, de most... Most csak ilyen kis személyes körben toljuk. Másik két full idegen arccal. De egy kis mebbi bocsorgatás után sok mindent meg lehet beszélni. Ja. Mi a fasztom, ez ennyire hangos. De akkor itt kell maradjunk 150 elvég. A tizedik névnél már is szenvedni fogunk.
Megoldjuk! Amazon Prime akkoddal kell belinkelni Twitch-re? Nem, srácok. Azért Magyarországon nem mindenkinek van egy Amazon Prime akkontja. Ha van egy Amazon Prime akkontod, akkor automatikusan jár vele egy Twitch Prime. Ugyanakkor külön Twitch Prime-ra is tudsz fizetni. Valami, nem tudom, három, akármennyi egy hónapra, vagy nem tudom pontosan, hogy van. Melbimbó csavargatás, kérlek szépen. De mondom, Twitch Prime-ot azt hiszem egy hónapig adnak ingyen. Csak ügyelned kell arra, hogy le is mond egy hónap után, mert ha nem, automatikusan le fogja vonni a következő hónapot a kártyádról. Ugye szintén? Azt a kemény $3 levonja a kártyád. Igen, az egy ezres. Senki nem védi a izélpontot, ott üti, mint a hülye. De azt kell mondjam, hogy Amazon Prime, hát legalábbis nekem itt Angliában megéri. Annyi biztos. Nem drága az az ár amúgy. De például az amit az Amazon Prime nyújt egy évre, az elég durva, és szerintem eléggé megéri. És néha így leszokták akciózni, és félárban lehet venni Amazon Prime-ot. Akkor ott aztán van minden, zene, filmek, könyvek, itt Angliában egynapos kiszállítás, és Twitch Prime, Comixology, hozzáférés, tehát ilyen képregényekhez hozzáférés, és annak köszönhetően például a Borfém képregényhez is hozzájutok, ráadásul a borfémesek mindig küldenek egy ingyen példányt, mármint digitális ingyen példányt. Igen, de amikor torrenten nem találod meg, akkor Amazon Prime a nyerőm. Annyit sajnálok az Amazon Prime-on, hogy a 21.9-es képernyőn van, az pedig nem nagyon van Amazonon. Nagyjából mondjuk sehol, hogyha ilyen streaming szolgáltatásra kerül a sor. Még egy-két év azt lesz. Na, reméljük. Az úgy chess mindenképp, hogyha sokat rendesz, akkor megéri. De amúgy, hogy Prime-os, hogy mennyi idő alatt szállítják ki a cuccokat? Hát igen, mert ugye azt hiszem a legközelebbi raktár az osztrákoknál van. Free shipping, igen, az miatt mindenki. Hát annyi, az a minimum is. Az a minimum is. A legközelebbi raktár az osztrákoknál van, viszont ha valami nincs ott, akkor konkrétan Európa bármelyik részéről kaphatod a szállítmányt. Charge complete. Ennyi benfentes információt elárulhatok az Amazonról. Megint szakadt. Szétszakadtunk?
Igen, elkezdte szaggatni, de kegyetlenül. Megszűnt a stream is? Vajon? Nem, a stream az még megy. Elméletileg. Nem tudom, de téged kidobott innen. Ja, egyedül maradtam. Még vissza tudsz csatlakozni szerintem, hogyha nagyon... Épp bent vagyok, várjál. De nem engem dobott ki, téged dobott ki. Akkor, ja jó, itt nem szó, akkor maradj ott. Maradj ott. Visszahívzelek? Nem, ezt lehozom egyedül most már. Legalábbis megpróbálom. Akkor én is ezt befejezem az még 50, egy évet. Az... 55 kill. Nem, én úgy értem, hogy lehozom azt a 150 killt. Ja, úgy akarod? Rendben. Nem, nem, sem. Nem, nem dinamikus az IP. Inkább úgy mondom, hogy dinamikus fos angol lehet. Az szép. Micsoda? Hát az, hogy 94 killnél jártam, és ugye, hogy megszakadtunk, és most lett 16 killem. Poop. Nem baj. Hogy érzed, hogy minden bolygó open lesz? Ja, szerintem előbb-utóbb igen, szerintem mindenhol fognak csinálni egy open területet. És hogy a régi pályák háttérbe fognak-e szorulni? Nem. Mivel ahogy nézem, minden open worldnek, tehát Cetusnak is saját infrastruktúrája van, ami csak ott van, és egyes dolgok csak azokon a bolygókon vannak. Így. Ja, és úgy nézzétek, hogy ebbe egy darab mod nincs még ebbe az Excalibur ultiba. Epic. Come motherfuckers, come. Jó, 94 járunk, meg lesz ez a tizedik vév végére. Remélem. Most. Ez kezdőknek van ez a live, igen. Nem hiszem, hogy folytatni fogom, mármint ez a karakter megvan már egy ideje, nem ma csináltam. És akkor is anno azért csináltam, hogy a kezdőknek tudjak segíteni egy kicsit. Mondjuk annyit tudok csinálni, mondjuk, hogy havi egyszer csinálok egy ilyen kezdő live-ot. És akkor úgy tudom folytatni a történetet. Micsoda, a nekro fontos kérdés, hogyan lehet megcsinálni azt, hogy a Lotus hologramja helyett a Tezno beszél oldalt helyette. Sehogy nem lehet megcsinálni, ezt a játék random generálja neked. Küldetésenként, időnként megszólal a Tezno, ennyi történik. A Lotus nem lehet lecserélni. Hol az úgy csojnemi? Hol vagy te macskas te? 109. Na ne kelljen 15 vévig mennem.
Mert agyfasz fogok kapni, nem is fogok addig tudni eljutni. Hogy őszinte legyen. Hát, hogy őszinte, inkább a Lotus beszéljen azokkal a mellekkel, mint a tenő. Igaz, Gomika? Gomika meg. Mint tetanóidnak nincs, a tetanódnak nincs a melle? Hát nem mondhatnám, hogy túl nagy. Miért nem csináltam úgy melleket neki? Valahogy az a baj, hogy ilyen nagyon transvestita tenókat csináltak, tudod. Még akkor is, hogy ilyen lányos arcot csinálsz neki. Valami ott dudorodik, de azt mellkasnak is lehetne nevezni. Jó, és igaz, nekem is nagyobb mele van, mint jó párcsajnak. Nincs, dobozd meg! Hát mi jön már itt, te hülye komászter? Hülye vagy, geci? Mi a fasz? Hát nem könnyítette meg a játék a dolgomat. Bitch, please. Sikíts egyet, nagyon jó játék, hogy közdeni kell. Ja, szerintem amint átjutok Celesre, akkor át is váltok szerintem a nagy akkontra. És egy kicsit beszéltünk a Nézáról. Illetve lehet, tudunk menni egy kört, már hülye vagy. Tudunk menni egy kört vele is. Basztály! Basztály! Mondd neki a magadét! 138, vagy csak 10 kell gomi, bazd meg, de... 9. wave, ez így nem fáj, van. Még egy wave-ad bőven meg lesz. Igen, de... Szólóban itt level 12-esekkel nem nehezen bírok, bazd meg. Ne ugorj föl! A tetves anyádat! Száznegyvenhét, 48, 49, 150, jó, meg vagyunk, jéj. Már akkor már csak ki kell bírnom a 10. évet, igaz, srácom? Köbe. Milyen lehet az Umbra Loki? Hát... Hát, azt hiszem, hogy nem befolyásolja. Bassza meg, pont kifogyok mindenből. És itt egy hiekomász. Használd az ultit! Hát igen, ha lenne energy, most vagytam ki belőle. Na, beletett fél órába, de meghalt. És megint csak bizonyíték, hogy a Warframe nem egy nehéz játék. Csak egy kis türelem kell hozzá. És mikor már OP leszel, akkor aztán kezdődik az igazi móka. Bam! Kurva macska, dölgölj meg! MK1 kunál jött sem. Ne szóld le, én is azt használom. Valamikor ODD próba? Igen, valószínűleg ma kicsit mondjuk hullafáradt vagyok, úgyhogy a koncentrációmmal a... nem lesz a toppon, de amire számítok, hogy őszinte legyek, az, hogy a Nézával tovább fogok tudni elmenni, mint a Rhinoval a múltkor. Még így is, hogy már kettőt látok lassan.
Ja, de, ja, várj, te ODD-ről beszélsz. Hát én amúgy kommentem egyet korábban szólóval. Eljutottam a 76. wave-ig. De még egy olyan izét, a 150 wave-et megyünk, á Isten ments. Egyszer biztos, mert hogy what the fuck, miért ne? Mennyi időm van a játékban? Hát 3000 óra plusz. Ez meg ez most megfektel. Na, várj egy csak, hát akkor nézzük rá a dolgokra. Anyám! Azt rop... Ó, bazd meg! Húzós, húzósak a srácok. Level 12 kemény, keménységek. Igen, így már észrevettem, meg ismerem a nevedet. Hype Diamond. De mikor már mond, leesett az ODD és nem Void, akkor már tudtam, hogy te vagy az. Na. Gyertek, motherfuckerök. Ja? Bitch, please. 10 wave. Noob karakterre. Nidus csak szenvedésre lehet kiformulni, vagy van valami trükk, mert már 6-szor próbáltam, és mindig csak a BP van meg. A 12. wave-ig menjél, kekszember, mindig a 12. wave-ig. Akkor maximalizálod az esélyét. Az volt az én trükköm. Plusz még volt egy nagyon durva trükköm, úgy hívták, hogy 360 plat, vagy mennyibe kerül a Nidus, nem tudom. Én kiformoltam azt is. Én nem emlékszem, hogy kiformoltam, vagy megvettem. Komolyan mondom. Emlékszem, hogy nagyon sokat voltam ott, de lehet azért, mert segítettem neked. Emlékszem, hogy mentem oda. Segítettem másoknak, de én lehet, hogy magamnak megvettem. De azt tudom, hogy Stalker kis számolta volt, és a Wave 12-nél maximalizálta az esélyét. Igen, minden negyedik. Szia minden. Ja, nézzük már meg, megvan-e a challenge. Figyelj. Oh, bitch! Na, akkor menjünk és öljük le a... És megkapjuk a Krakent, azt a Cypher Blueprintet, azt a... Fast Hands. Seriously, bitch? Seriously? És Stolen Dreams, ami kell. Na jó, győzzük le, aki ott van. Ha le tudjuk. Fél pillanat, hogy segítek, épp az ötödik évben vagyok. Nem tudsz. Ez itt, ja. Ez szólóban kell lezúzni a relay-t. Nem tudsz, kedves barátom. Ezt egyedül kell elintéznem, mert hős vagyok. Oké, tipke a gerincét és verd szét vele a fejét. Welcome to the... Junction, kedves kezdő játékosok, ki van itt? Kit lövök? Meg. Oh, bitch please, megtől nem félek. Level 20-as meg. Figyeld. Szevasz! Így van. Fájt neki? Fájt neki. Akkor jó. Kapott. Jöhet a Jazz Junction. Végre. Megyünk Iliad felé, srácok. Eljutok még arra a ceresre, hogy szerezzek tetves... mi az? Orokincelt. Igen. Mert le kell gyártani ezt az Oroki reaktort, hogy az Excaliburom OP legyen. Komplett. De mondjuk ahhoz még ki kéne maxolnom az Excaliburt, és küldetésenként nagyon kevés pontot szedek össze. Mi a szar? Bizonyám, nem szar, hanem bizonyám. De... Nem azt nézem, hanem... A Kraken Blueprint megvan.
az már extra XP, szóval nézzük meg, le is, ha le tudjuk gyártani, le is gyártjuk a rákba, hogy aztán majd kitörüljük. Ó, Fragor mehet gyártásba. Forma blueprint, az sok minden kell még. Húpász meg. Várjál csak. Rino. Ez nem kell. Drága mulatság lesz, de hát. Adjunk neki. Nem ilyen sajnáljuk, ugyebár. Már fejlődünk, srácok. Ennyi, meg egy Bambi. Van egy Valkyrie Prime Systemünk, el is adhatjuk. Próbáljuk meg eladni. Valkyrie Prime System. Bazzak, de nem vagyok benne egy klánban. Na, majd meghivatom magam. Mennyibe kerül Valkyrie Prime System? Adjuk el olcsón, 40 plat, 2 Warframe slot. Ja, VTS. Kurva sokan vannak. Szia, Necrofim. Meg kell válni. Kell egy klán. Ó, igen, kérlek, be tudsz hívni a Necro Army-ba. De utána ne dobjátok ki a karakteremet 2 hónap inaktivitás után. Dobja meghívót. Már is bekerültem egy klánba, srácok. Valaki vegye meg a Valkyrie Pay System-et. Gyerünk. Amúgy izé, mi a kis akkod nevem, akkor megint vallak. Mi a neve? Galant. Vagy írd le, dobj Galant, egy pontot. Galantin, 2 N-nel. Galatin, 2 N, Galatin. Valaki vegye meg azt a Valkyrie System-et. Mindjárt beregisztrálom Warframe Marketre. Nekem tud segíteni egy kicsit valaki? Ha? Hát marsot ő feloldjam, mert vissza mennyi? Ezt hogy érted? Eddig marsot oldottunk, bazd meg. De ne, nekem azt írja, complete 14 platba szóval megy. Ja jó, akkor nem szóltam. Akkor adom 12-ért, várjál. Akkor... Tényleg 14 platba megy? Megnéztetek Warframe Marketen? Ajaj. Jújjúj. Hát ebből nem lesz gazdagság. Hát figyelj, 12 plat az fegyverszlót. Jó? Hát jó. Két darab fegyverszlótot húz belőle. Ne viccelj, bazdnek, a múltkor 60 plat adtam el. De amúgy kösznek, hogy megnézted. Xboxon tervezek-e játszani? Nem. Sajnos, ha a konzolon is tervezek játszani, akkor... Na, nézem, most ilyen 20 platokba adják átlagba. Akkor 12 plat jó lesz. Az isteni, még kell 12 már. Ahogy, hadd dicsekedjek már el az új Marvel is izémmel, poszteremmel. Ne vicceljetek, nagyon komoly, ugye? Kurva jó, ma vettem. Tudjátok mennyi volt? 300 forint van meg. Kb. Annak megfelelő összeg. 300 forint. Kiment az elvileg. Elvileg? Bekerültem a Necro Army-ba. Halló, cica. Kis angol segítség. Clever, kell meghívott. Ja, szerintem is nagyon jó poszter. Már majdnem megvettem az ekkora óriás ízét is, csak már nem nagyon van falam, hogy hova tegyem. Benne vagyok a Necro Army-ban. Így kell joinolni egy klánba, kedves közül. Így kell joinolni egy klánba. Most már ezt is tudjátok. Igen. Wow. A klán kulcsot pedig... Megtaláljátok a Foundry-ban. Clunky alatt. Itt van. Ócsó-pócsó. Le lehet gyártani. Már gyártam is.
Aztán két hónap múlva a kislud megint kidob. Figyeld meg. Sokba kerül nekem ez a klánozás. Gomikám, mit oldasz te fel? Marsot? Még csak marsot? Igen, ezzel nem nagyon játszottam, tehát megvan a 600. Értem. Napra a belépő, meg minden, de ugye meg karaktert csináltam. A complete Köszönöm szépen, Kekszember. Jó, végre a Necro Army-hoz tartozni. mit akarok most? Ja, menni tovább. Végre. Most az lesz, hogy Iliádon elmegyek. Legyőzzük. Gomikám, ahhoz, hogy felold Marsot, elmondom neked, hogy mit kell csinálni, jó? Már csak egy van vissza. Melyik? Ez a Suicide on Mercury. Complete Suicide on Mercury. Na hát akkor menj el Mercury-ra, Suicide-re. Beinvesz, levadászhatjuk, hogy várjál. Ja, de még el kell jussak izéhez. Iliádra, még föl kell oldjam addig a pályákat. Úgyhogy most Exterminate Corvus-t fogok menni. Kösz. Hú. Téged be tudunk venni, mert kiraktok belőle, írjál rám Facebookon, piu-piu. Írjál rám Facebookon, és akkor tudunk küldeni a meghívón. De hallott-e, Cleverk, szerintem már restartolnunk kéne a listát. Mert már az emberek ugye újra-újra jelentkeznének, igen. De ugye nem tudnak a izé miatt, és itt szerintem kéne nyomni egy ilyen delete-et a listának. Azon gondolkoztam én is, hogy volt olyan, aki így beszélgettem vele, és kitöltötte a táblázatot, és mondta, hogy miért nem hívom be. És így mondtam, hogy mi a neve, és így nagyjából így most ugye 1600 környékén, 1700 környékén állunk a listában. És így nagyjából a 700. környékén így megtaláltam, és csak annyi volt, hogy ugye adatot módosított, tehát hogy így nem került a legaljára. Értem. Melyikkel? Komi, neked ezt kell? Igen. Kösz. Most így most már megvan, hogy merre kell menni, jó. Így ezt gyorsan bedaráljuk igazából, meg amúgy... Nem hagytam, úgyhogy tök, hogy leolok, nem... hamar megvan. Nem úgy vészes, mert csak inekróval megyek. Megmutatjuk kis karakterek, hogy tudnak bóckodni. Ja. Micsoda ez, vérkomoly. Hát vérkomolyan, hogy lehet bóckodni. Mód nélkül, minden nélkül. De hát amúgy tényleg, nézzük, meddig eljutottunk csak ma, és még mindig nem sikerült maxosra húzni az Excalibur-t. Na jó, akkor nem használok spellt. Mi a spy? Aha, a spy. Ja, az nem biztos. Jaj, várj, rossz irány. Megyek B-re. Jó. Szia, Bálint. Megyek arra. Rubedo! Hol vagyunk? Öljük az enemit, kemény 22. Gyerünk srác, csinálj valamit, bazd meg, mert... Mondjuk ezt mondjuk tényleg így csinálhatjuk, hogy így nagyjából ilyen havi egyszer folytatom ezt a karaktert, és... Megpróbálunk úgy csinálni, hogy eladjuk a Prime cuccokat, amit keresünk, de akkor be kell regisztráljam ezt a karaktert is Warframe Marketre. Gomi, nem tudod véletlenül, hogy mi a franc támad ránk? Nem tudom. Nem, akkor írja. Jó. Ja, várja ez a siktalan.
Excalibur úgy bejött, hogy nem is szólalt meg a riasztó. Ennyi a 600 millióra pályozás. Igen, Bálint, egy viszonylag új karakter, mert most úgy döntöttem, hogy a kezdőknek csinálunk egy streamet. Kidobott egy netfelettelen. Nagyon elhanyagolt a drágákat, és most nagyon sokan kerestek meg az elmúlt időben kezdők. Ahogy mint dolgokkal is, így legalább élőben láthatják, hogy én hogy csinálnám, hogyha újra kezdeném a Warframe-et. És eddig szépen végig elmagyaráztunk mindent mindenkinek. Ez most komoly, hogy ez ott elmaradt? Hagyjuk. Engedjetek ki. Nope. Nope. We've got robots inbound. I'm happy for you, Lotus. Meg sem figyeltem, hogy a Lotus lilám beszél, vagy a rendes Lotus beszél még itt. Itt még nincs eltűnve a Lotus, ugye? Meg annyira nem is figyeltem rá. Ott még rendes. Nem tudom, ha a kezdők is úgy akarják, akkor lehet belőle egy sorozat, miért ne? Így nevet a sárká, azaz... De most, hogy ekkora figyelmet kapott a Warframe minden nagyobb YouTube-ostól, most már még a VR is ránézett Magyarországon. Ekkora figyelmet kapott, sok kezdő van, és úgy veszem észre, hogy hála Istennek, hogy megtalálnak mondjuk engem elsőnek ezzel. És akkor ugye rám írnak Facebookon, és sokan írtak rám az elmúlt időben. Istenem, mindig kifagyott meg. Mi fagyott ki? A lőszer. Még ja, nincs porszívó mod. Ennek aztán is fejezettem belerakni a porszívó modot. Heti egyszer nem oké, inkább havi egyszer mondanám. Mert mivel hogy azért a jövőben megjelenik az Anthem, megjelenik a Division 2, nem tudom, lehet egy kis Black Desert Online-t is nyomatnék, szóval... De ilyen Anthem, meg Division 2, meg ezekkel szeretnék foglalkozni streamen is, így... Így aztán... Kicsit kevesebb Warframe lesz, nem minden héten Warframe. Lássatok már más játékot is, tehát... Tényleg mennyire húztad fel a... Egy változatos gamer vagyok. Hogy micsoda? Mennyire húztad fel az erőt a Desert Online-ba? Ja, de semennyire. Hallod, megállt. Tehát ugye hagytam, hogy menjen, fölment a szinten, és utána megállt egy helyben. Aha. Rainbow Six-el? Játszom, de nagyon ritkán. Hogy őszinte legyek. Kicsit úgy belefáradtam a shooterekbe, bár a Battlefield 5-öt megvettem már. De... abba a kompetitivitásba, amit a Rainbow Six nyújt jelen pillanatban, nem érzem magam ráhangoltnak. Kösz, Clever. És mit? Na végre. Akkor most meg tudod csinálni a... Igen. Mars Junction-t. Nem jön, akkor én elmentem. Na, Necro bácsi? Ha? Hogy hát jársz? Én haladok Iliadon a boss felé. Ó, bassza meg! Haladok Iliadon a boss felé. És várnám azt a gyereket, mert... Nyomorékoskodik, bazd meg. Végig megy. Na ennyit, ezt el akarok mondani nektek, srácok. Így kezdőként. Nem kell végig sétálni és kinyitogatni mindent. De az Anthem az IE. A Paladinsot ismerem, igen, de...
nem tetszik, nem nagyon. Igen, az Anthem az IE, de belefér. Én adok neki egy esélyt azért, mert a BioWare csinálja. Te srác, a kurva életbe, gyere bazd meg, na végre. Igen, nyisd ki azt is, nyisd ki. Na ezt ne csináljátok, ezt ne csináljátok, srácok. Kezdőként nem kell, annyi szar dobál a játék, ami a szekrényekből esik, hogy bőven elég. Te tesó, nyisd már ki nekem azt a kurva ajtót. Hívd meg a segítek, kinyitom én. Láttam, jó van, ez érdekesen néz ki. Mint a vérpist, igen, lehet. De rég hallottam ezt a kifejezést. VR Pisti, ez lootolós? Gondolom, nem néztem meg a Warframe streamjüket, de hogyha végig lootolt az egészet, én agyfaszt kaptam volna mellette. Na várjál, erre majd ránézek, baszki. Most már muszáj. Most mindenki Warframe, ezek az egész világ Warframe, ezek a csinál. Most felfedezték, hogy 5 éve van egy ilyen játék, hogy Warframe, érted? És tudod, az a probléma, tehát az vélem felfedezi problémának, hogy a média és az emberek elkezdik, a nagyobb YouTube és elkezdik ezt felhype-olni ezt a játékot, majd ilyen hatalmas hype lesz körülötte, és kijönnek az update-ek, és csalódás lesz, érted? Mert hogy nem akkora, mekkora a hype. Nézem, baszki, két napja rakták föl YouTube-ra egy jó kis 7 órás majdnem. 7 óráig játszottak vele? Én valami 3 órásat láttam. Hát van egy 4 órás, az a hashtag 1, a hashtag 2 folytatása az meg 2 óra 45. Ó, várjál, ezt le kell szólózni. Komikám, te most mit csinálsz? Én azt várom, hogy meghívjál és tudja venni utánad, feled, hozzád, fölé. Mert most azért egy spy mission van. Lesz. Hát nem, hívd meg, megcsinálj, pikpakuk. Az Excaliburom itt füstöl, hallod, hogy akar menni? Füstöl. Ez a az animáció. Capture találni, random találsz néha a játékban, de egy héten egyszer Maru bazárjában, a Marson, Maru's bazár, ott fel tudsz venni egy küldetést Marunál, ahol meg tudsz szerezni egy ilyen izét Ajatán szobron. Heti egyszer. Hú, mindjárt lecsukódik a szemem. Még ébren vagyok. 26 óra. Majd felkeltünk. Ah. Ha nem, akkor majd a... Ilyen, hogy hívják ezt a bebaszós live-os gyereket? Lehet valamit csinálni. Bebaszó Warframe alvós live. Hú, bakker, mi is nem vannak? Molnár ki. Ja, Krisztián, ja. Azaz. Ha Viktor rém lett, de tévedtem. Snack látom képben vagy. Necrocream bebaszós live. Ja, én rám várunk. Na nézzük, tényleg alszom, Getsz. Ja. Bitch, please. Sose azt néz, hallod, de ha volt olyan időszak, hogy haver, akkor még annak nagyba toltuk a Warface-t, a kópos részét. Elég kiábrándító volt. A Warface-t toltuk, ezt én sem tudtam már, vagy lassan, majdnem 2 napja. És tehát számolásra mindig kellett dobni egy smoke-ot, füstöt, hogy ne vegyenek észre. Azt annyira komás voltam, aludtam, szószét horkoltam, de reflexbe dobtam azért füstöt, mikor mondták. Mit akarok mondani? Assassin's Creed Origins végigjátszás? Au! Astra! Ez nekem is fájt! Ezt nem tudnám konkrétan, meghatározottan elmondani. Az igazság az, hogy a Assassin's Creed 2 volt nekem nagyon nagy favorit. Black Flag-nél volt, ahol én már feladtam a küzdelmet. Black Flag az még jó. Viszont ez az új egyiptomos izé,
Ezt úgy dicsérgetik, dicsérgetik az emberek. De ez már nem asszaszín az új. Ó, bazd meg. Ezt se vettem, hogy spy csinálok, most már mindegy. Én beresztottál? Be. Nem kell sírni, meg lesz ez. Meghalt. Meghalt. Többször is. Még a lányokat is. Na, szóval... az, szerintem a spártás, nem tudom annak már mi lesz a neve. Lehet, hogy azt meg, azt játszani fogom. Odüsszei. Csak tudod, az igazság az, hogy én, tehát így Warframe streamer vagyok, az emberek tudják, hogy shooterekben úgy jó vagyok, és hogyha arról van szó, hogy kijön valami shooter játék, akkor eljönnek, megnézik a videót, véleményem. De arra kerül sor, hogy ilyen AC-t végig egyszer csinálják, az ilyen csatornák mellett, akik nagyobbak, mint én Magyarországon, nem nagyon látom értelmét kijátszani. Amivel én hozzá tudok járulni, hogy egy végigjátszáshoz az az, hogy én lefordítom a játékot és elmagyarázom, miről szól, amiről, amiből mondjuk nem sokat látok Magyarországon, hogy csinálják az emberek, csak így végig sikongatják a végigjátszást, meg ú, ez de fasza, meg ó, ez de fasza. De nem sokan magyarázzák el, hogy miről szól a játék. Tehát annyival hozzá tudok járulni egy Assassin's Creed végigjátszáshoz. Már ez persze meg is kell fogjon a játék, és őszintén ezek néztem a trailerét az újnak. Nem hatódtam meg. Tudod mi lesz a baj, gomibázz meg? Hogy hogy verjük le majd ezt a boss-t? Valószínűleg olyan fél óráig lőjük, Getsz. Te megfogod a fülét, én megfogom a farkát és ketté rántjuk. Beívjuk Cleverket, azt leveri nekünk. Az nem jó, az csalás. Csalás. Csinál egy kis karaktert, hogy bejön. Az olyan, mint hogyha publikon lennél. Ne. Vagy hogyha megkérnéd, vagy hogyha a na, rendes... Úgyis publikra megyünk, annyi biztos. Csak tudod, úgy van optimalizálva a játék, hogy a... Vagy figyelj, az olyan, mint hogyha... Hát ezt eszem hozzom meg át. Nézd meg, és nem engedlegetsz. Ja. Képzeld azt, hogy éppen a Necro Army-ban vagy, és egy TNA guy-tól kérsz segítséget. Na, igazad van. Már benne is vagyok a Necro Army-ban. Bish, please, jöjjenek is a TNA guy-ok. Amúgy elhiszed, ha nem, amikor először megcsinált ezt a karaktert, ugye benn voltam a klánban, az is egy livestream-kor történt. Benn voltam a klánban, ugye, és este fölmentem, mondom, egy kicsit ráformolok erre, a karakterre, és... Éppen fel voltam, és mondom, hogy valaki által, volt egy ez az oroké reaktor allerros, kérem, valaki által szizna, azonnal jött. Srác, figyelj, ja, persze, nem tudta, hogy én vagyok. Jött, izé segített. Kihúztuk az orokin karakter, és mondja utána, hogy figyelj, bármikor kell szóljak, segítsek, elmegyek veled most is akár, mondom, akkor gyere egy-két küldetésre. Halló, annyira jó érzés volt, érted, nem tudta, hogy én vagyok az, és... Annyira jó érzés volt, hogy jött random, segített, nem is az volt, hogy tényleg agány, vagy valami, és azért örülök, hogy az embereknek a mentalitása ilyen nálunk azért. Nem azt mondom, hogy mindenki érted, de és azt veszem észre, hogy segítőkészek azért. Ja, mondja, jó, gyere, segítek, 5000 lesz. Tényleg Perrit kaptunk, bazd meg. Perrit, már az az... hagyjad már. Meg 80 endót, ha? Warframe. Meg egy ZA reliket. Meg Smite Grenier, öcsi. Haladunk tovább. Capture, na végre valami egyszerű és gyors. Hú, bazdok, de mire lelőjük a capture targetet, itt fognak ezek megőszülni. Ah. Fia, eldobok 10 kunait, ilyen wanted módba, kanyarba, majd hátulról törre szúrok, de előtte fellövök egy nyilat, és föntről becsapódik is, hogy mind egyszerre. Oké, boss. Gondold végig, mennyi játékidőt kell eltöltsek ezzel a karakterrel, hogy eljussak odáig, hogy egy dolon vadászod. Nem még egy két dolog. Te lövöd egy kardozom. Miért figyelj, ez ilyen? Pusztulj!
Jaj, most baj! Hát ez gyorsabb volt és könnyebb, mint gondoltam. Látod? Ketten OP-k vagyunk. Most már mehetünk egy órás motra. Ja, de csak azért ám, mert nekem ki van színezve a frame-en, meg van benne egy sziandonados. Onnan van sziandonados, csolás? Honnan szereztél a sziandonát ilyen kis akkontra? Hát ez a kis akkontom már lassan 800. belépés. Nem, lassan 800. belépésem van ebben a kis akkontommal. És még mindig nem jutottál most. Nem, mert mondom, csak belépkedtem. Az de jó. Hát meg, aztán megvan az elementál fegyver is. Érted, hogy Rosalyn Norbert, ezt hogy érted, hogy nekem miért van kétszer kardod? Neked meg csak egy, nem tudom, mire gondolsz. Kétszeres? Nem, de a kombóra gondolod? Exalted Blade-re gondolsz szerintem? Ja, valószínűleg igen. Hát az ultimate képessége az Excaliburnak, kedves Norbi. Ha maxos lesz az Excaliburod, akkor kapva is, hát már a 10. szint fölött megkapod ezt a képességet. Ja. Oh, Hearth Restore Large. Kezdek már van belőle kettő? Lenni. Kezdek ilyes is lenni, és nem hoztam magamnak semmi nosit. Na akkor nekről bácsi kaját főz. Kezdő livestreamerek már csak ilyenek. Nem gondolnak a jövőre. Next. Gyerünk Iliad. Nem, még nem. Monolith. És utána jön Iliad, és akkor behívjuk Leverket, és Leveri nekünk. Like a boss. Na tehát akkor, kedves nézők, aki most kezdi... A klánunk, hogy is mondjam, vezetőinek a segítségéért fordulunk kis kezdő karakterként. Igen, és tehát ha nektek is kell a segítség kezdőként, Clevernek nyugodtan írhatok. Clevernek lehet írni nyugodtan, igen. Discord szerverünkön bármikor írhattok neki nyugodtan, ha alszik akkor is. Nap 24 órában elérhető. Így jöttek el, jönni fog és válaszolni fog. Cleverk ugye nem baj, hogy a nevedben beszélünk. Nem, mindig ráérnek, tudod, szokásosan. Sose csinálok semmit, egész nap a Warframe előttük, akkor úgyis. Ja, hát ez egyértelmű. Három napja játszik, nincs helyed a fegyvereknek. Hát az ilyen MK1 Paris, meg MK1 Braton, meg MK1 Kunai, hogyha kixp-zted, akkor töröld ki őket. Az fontos része, hogy kixp-zd őket, mert különben beheted. Igen, kixp-zd ki őket, és utána töröld ki őket. Hát az MK1-eseket kredité újra veheti, én is Fasti Rank 20-on xp-ztem ki végül őket. Amúgy én is, de jobb lett volna, hogyha nem kell újra megvennem. Igen, ez igaz. És nézem, ez miért maradt meg csak ilyen tizenvalahányos szinten? Gomicica, jössz, gyere. Megyek én csak. Csak még kezdődök, azt nem igazán. Mennyi órán van a nagy karakterben? 3000 plusz. Megkérnénk azokat az embereket, akik jelentkeznek hozzánk, hogy ne legyenek klánban, mert nem tudjuk őket bevenni. Köszönöm. Igen. Ha jelentkeztek hozzánk, azelőtt ki kell lépjetek a klánotokból, mert a rendszer nem enged meghívót gyűjteni. Így van. Miért jó XP-zni? Az XP-zés azért jó, mert Mastery Rank növeléshez járul hozzá, a Mastery Rank növelés pedig új fegyverekhez juttat. Meg E-Penishez. Meg egy hatalmas E-Penishez, ez így van. De igazából Mastery Rank 16 után kb. Meg is állhatsz, mert Mastery Rank 16 után már minden fegyver elérhető a játékban, ha jól tudom. Olyan Nikon, azt hiszem az utolsó, nem? Az is 12, nem, az 8. 12-nél, a Prime 12-nél már elérhető. Mastery 16 után anya már nem érdemes rankolni, de az E-Penis az meg kell, hogy legyen, úgyhogy... De azt akarjátok, akkor legyen, mint nekünk, nekről van. Ja. Nagy. Mastery Rank 2-es E-Penisünk van most. Most még csak 2 centis. És Clever, készen állsz?
Itt van egy nehéz boss, amit le kéne verni. Jaj, ki tudna segíteni? Istenem. Inveljük a kroszt, na megnézzük, mit tudunk kezdeni ezzel a drágasággal. Jaj, Istenem. Ó, de kedves segítőkész, klántás. Honnan van az a glife? Nekem is kell. Lásd, mi jó szívünk van, ezért lesz pénzed, meghívhatod magad egy sörre. Remek. Köszönöm szépen. Úgy. Emerran karakter 3-as is jöhet, persze. De te már amúgy is benne vagy a klánban, mit sírsz? Hoznád a kicsit? Hoznád a kicsit is? Kettő? Hunman, kettő legyen belőled? Azért mindennek van határa. Jaj, meg most egy picit túltengésünk van itt a nyár közepe, vége. Hát igen. Egy pár szót beteltünk. Kénytelenek voltunk kirakni az embereket egy hónapra, a kettő hónap helyett, szóval. Ja. Mi az, hogy egyikkel se vagy bent? Hát nem szégyeled magad? Na. Ja, hogy Iliadra segítség? Nem, szerintem Cleverk elég OP hozzá, hogy megoldja. Vagyis hát szerintem tud olyan erőset fingani, hogy összeessen. Hogy tudsz jelentkezni a klánba? Kérlek szépen, itt a livestream alatt ott van egy klán leírás. Ismerd meg a Necro Army-t. Ott egy link, és a linken keresztül. Bizonyára már is gondoltuk. Néha olvashatnátok azt is, amit a streamerek kiraknak oda. Hasznos információk vannak. Lusta népség. De Necro bácsi, te ebből leszel Twitch milliómos. Ja, igaz. Mindig elfelejtem. Fél, YouTube milliómos, már YouTube milliómos lettél, most Twitchből leszem milliómos. Ja, YouTube-ban már olyan pénzt keresek, öcsém, hogy az emberek már sárgóságot kapnak. Ja, már egy egész kifit megtudtam belőle. Figyeld, valószínűleg egy olyan fél óra lenne, amire szólóba ezt le tudnám győzni. Dehogy is. Ott vérzik, vár. Fél. Merre, mennyire tudjad? Lőd már le. Tessék. Én rá akartam volna az útit. Konkrétan kb. 2 mm-t se vesztem rajta. Csak gondoltam, megnézem, hogy mennyit se vesztek bele. Hát ez útival megöltem volna, hogyha... Merkuros Shield Disruptor alert van, na akkor oda elvisz minket a bácsika. Vagy oda el tudjuk magunkat is vinni. Shield Disruptor az jó, az jöhet. Jöhet. Legalább lesz az Excaliburban valami. No. Úgy a izé. Köszönj szólsz. Copyright lesz, ne dúdolj. Hát igen, igazad van. Mag helmet. De én akarok lenni a következő Justin Bieber. Ja, jó. Ify Justin Bieber, megkaptuk a magnak a helmetjét. He? Na igen, hát, ja. Látjátok, ilyen nehéz magot kifarmolni. Ezért mondjuk Excalibur-t válasszál, fiam. Mert Shield Disruptort mondtál, mert kúra. Figyelj, ez most 2 perc 14. Tehát, hogy így a mission type... Hallod, hozzá már valami gyorsabb defense-re, Clever, hogy így ledaráljuk, hogy legyen egy aura man. Ja, az def. Def, ja. Infested. Már jó, megnézzük. Nem látod, hol van a klán? Like, seriously? Egy ekkora leírásban ott van, hogy ismerd meg a Necro Army-t itt a videó alatt. Így... Mármint hát azért ugorj el a csatornámra, vagy nem tudom honnan nézed ezt a streamet, de gondolom a csatornámról. Várjál, hogyan van? Melyik a speed nova? Minus strength vagy a plus minus strength? Minus strength. Jó. Mindig az speed ember, de jó. Szarint. Nem, azt akartam pont mondani, hogy... Hozd a novát legalább, látványos és nagy bum-bum.
Várja, akkor hozz a lovát, jó lesz az. Akkor legyen szarin, hát figyelj. Nekem az is jó. Hallod, 11-13, ezt Equinox-szal végig darálom. Hát persze. Ja, tényleg. Folyamatosan bekapcsolva tart az út itt, míg mi nyaralunk. Várja. Equinox az ide sokkal hatásosabb, mert ez nem kell megújítani spórákat. Hát gyerekek, amíg Cleverkit lehozza a kört, én elmegyek egyszer egy mozsóba, és hozok egy kis kaját. Te most komolyan? Hát most komolyan, mert egy, most elmegyek a mozsóba, kettő, rohadt éhes vagyok. Úgy, mindig ez lesz. Hozok valami nasit, hogy a vércukor szinten megemelkedjen, hogy még két órával tovább ébren tudjak maradni. Na jó, a ményját, jövök, Cleverk intézzet. Itt akkor minden igaz lesz kis palacsinta. Hé? Lesz kis palacsinta. Na, jövök mindjárt. Hány évet kell menni? Tizet. Itt nem sok lófasz kell lőjék. Már öltem egyet, nekünk majd még egyet se. Aha. Na négyet. Négyet tartasz ki le. Ha megvan egy véve, megy ez, megy ez. Nekronok beíröltem azt a nagyon ritka módot. Nem, mert felszedtem. Melyik ez a nagyon ritka mód? Vitality? Ez a... Convulsion... Jó. Érted? Az, pont az. Ja, megnéztem te abban, hogy melyikre gondolsz, mert kettő módot szedtem fel. Átkényülök, meg kell mozgatom Necronnak a zegerét. Igen. Nehogy AFK miatt ad. Ne adja meg neki. És te hogyan alkotsz ilyeneket? Én nem tudom. Én elnyúlok. Angliáig. Ebbeszt ki nem figyeltem, hát ezt krámra öntöttek, mint az állat. Figyeld, megkörött csillás közül azt mondjuk, hogy elkezd forkolni, elalszik. Nem aludt el. Kösz a türelmet, gyerekek. Végre kajához jutok. Épp azt mondták, hogy el fogsz aludni. Ne, nem. Hol a konyhában? Konyhában. Kajára csillás közben húzod a lombért. De jó lesik, öcsém. Figyelj, bejelöltem neked egy ritka módot, azt majd vedd föl, mert... Ritka módon? Aha, hát még figyelj, kis szintű vagy. Mastery 2-es. Mit kapok? Loot hegyek, hova legyek? Hol az a mód? Hol van?
ott jelöltem, akkor felvetted. Flame repellent? Convulsion, van. Fish oil-t hogyan lehet szerezni? Cetuson el kell menni horgászni. És utána oda kell menni a halas nénihez, és a halas néninél fel lehet vágni a halat. És akkor kapsz halolajat. Mennyivel jobban érzem magam, gyerekek? Csiglesért a gyomrodba. Az biztos. Az energiát újra töltöttél. Gyorsan lehasszom, már csak 4 évom. Na, legalább lesz egy auramon, ami jó. Jöjj. És kicsit visszajön a polimer is. Pusztulj! A quick thinking az azt csinálja, konkrétan megakadályozza, hogy halálos lövést kapjál. Mégpedig úgy, hogy az energiádból von el az élet javára. Tehát tegyük fel, kapnál egy halálos lövést, mert már nulla életed van, ehelyett az energiádból levon, hogy ne essél el. Ezt csinálja a quick thinking. Azt mondod, Animal Instinct izére kell, alertre kell figyelni? Hát nem tudom, annyi állat van már nálunk a klánban. Orokin reaktort és Orokin katalisztot farmolni nem lehet, de alerteken lehet szerezni. Alertek nagyjából heti egyszer-kétszer vannak, ugye? Orokin kataliszt, illetve reaktorra. Csak az az igazság, hogy mindig eltérő időben, úgyhogy ki kell fog a dolgod. Igen, a quick thinkinget érdemes maximumra húzni, mert maximumunk 240%-os effektivitással használ fel az életedből. Úgyhogy ha kapsz egy halálos lövést, az igen-igen meg tudja menteni az életedet. Attól, hogy ne essél el. Főleg a rage, quick thinking és a rage mód együtt jól tudnak működni. Nagyon szívesen, srácok. Na. Ja. Te volt még hátra? Közták. Clever. Mit az húsz a töltél? Micsoda? Mit az húsz a töltél, Clever? Király. Ó, most Opinak érzed magad, mi? Nyilván, ez 420. Másik ki tudom maxolni. Shieldre is szopta, hát jobb, mint a semmi, nem? Figyelj, legalább a plusz betűnt még valamit. Mi a fasz csináltam? Jaj, jó. Na, akkor megvan. Gladiátor melyik milli fegyverbe jó? Hát abba, amelyikbe beleteszed, drágám. Bármelyikbe. Well put together, operator. Now get out there and cut down the... Ó, már is 14 pontunk van, hölgyeim és uraim. Haladunk. Adjunk az Excaliburnak egy kis erőt.
Már egy Corrupted Intensify-on van, vágod? Én Primer Vigort húzom benne. Te rohadj el. Meg az Enemy Radart. Na lássuk, mit tudunk. Mit tud valamelyik? 13 Stretch. Steel Fiber. Na melyiket? Stretch vagy Steel Fiber? Hát inkább Steel Fiber, nem? Így az elején. Enemy Sense. Mech. Legyen Steel Fiber, hadd bírja egy kicsit jobban armorral. Nem úgyis ki kell maxolni. Armor. Maradjunk egyelőre ennyire. MR2 teszt? Oh, ha valaki figyel! Valaki figyel, Hunman! Ahahaha! Oda néz! Hát a tiszteletedre most megeszem ezt a brióst, oké? Okay? Valaki nagyon figyel, de látod, hogy jó, hogy mondod. Ezt is meg tudjuk mutatni a kezdőknek. Hmm. Egészségedre, Hunman. De már elcseszed azt a tesztet, mert 24 óra, hát nem tudom megcsinálni. Nem, ez most egy kinagyító premierből nézem én is. Piercing. Milyen bögrét van neked, basszus? Ezt mondja, hogy érted? Ha ilyen. Ez milyen bögre? Milyen volt? Hát most, ja, ez semmi, ez, ezt édesanyám kapta, ő villamosvezető volt Pesten. Mert azért, mert a Warframe bögrém jelen pillanatban koszos, várjál. Elust a formádat. Ugye? Ezt kaptam a partnerségért. Úgyhogy most elcsortom anyámnak a bögrét. Jó van. A Warframe-en mellkasára azt a valamit mindjárt megmutatom, hogy lehet rátenni. Mintán ezt a nagyon-nagyon értékes modot kihúzom. Mert ez... legalább bankcsolom. Gomi nagyon le van maradva, amúgy tényleg látom. Miért? Látjátok? Három fegyvernyivel le vagy maradva. Hát most... nem baj ez. De nekem már van Primed Vigorom. Baszakod. Úrra jó. Leszvég, belerakom. Meg van Primed Shredem is. Primed Fury-m is. Gyerekek. Már nagyon kemények vagyunk. Rifle Amplitude Chain. Már Status Chance is van itt. Minden. Necro bácsi. Na, azt a jelet azt úgy tudod rátenni, hogy rámész Appearance, Regalia, Front Sigil, or Back Sigil, és kiválasztod innen őket. Na, nézzük azt a Mastery Rank tesztet. Nem, mert félek, hogy elkúrom, na jó, csak vicceltem, ugye menjünk. Hogyha megcsinál a Mastery Rank tesztet, ígérem, beszínezem a Excaliburomat. És Necrobá csak 3 centis lesz az elpénisze. Utána most mindent megvásárolsz egy kreditért. Ó, Chromatic Blade, várjál, hát azt még be sem modoltam. Bitch, please. De amúgy azt hiszem, hogy a Mastery Rank 2-es 3-as tesztek azok nem ilyen, mennyi az enemy, meg kell ölni ilyen 15 enemy-t köböl. Csak, és ja, mondjuk ja, nem ja, használhatod, ilyen, csak a... Ilyen lópikula, igen, semmi nagyon extra. Mondjuk, hogy csak primary-vel, vagy csak secondary-vel, vagy csak millivel, vagy valami ilyes volt. Hát ez érdekes. Mi van, már tényleg fáradt vagyok. Exalted Blade, Action...
ezt sem ma húzom ki. Valaki látja, hogy hol van. Ami? Semmi, nem szóltam. Hülye vagyok már teljesen. Na jó van. Pressure point. 120% milli damage. Az már megy. Már faszal, csak kár, hogy nem tudom mindig használni. Fury. Ez jó, ez mindig jó jön. Nekem Primed van belőle. Mountain Impact. Heavy Trauma, hát már hogy nincs jobb. Shocking Touch. North Wind, mert hogy nincs jobb. Inkább így. Pöcsöm. Nesze. Be van modolva, ez a Lego PBZ. Itt valahogy csináltam. És most jöhetem ezt. Gomi, neked van Chromatic Blade-ed? Azt kérdezik. Bemodoltad az ultidat? Be van módolva, csak mindjárt mondom, mi van benne. Kinek találd már, hogy kell még kb. 2 darab XP, nem azért. Primate Fury benne van. De még gyenguszka. Nem, elvileg jó, meg kéne lennie. És akkor végre megöltük Iliával, most átmehetünk Phobosra, vagy mi a pecsöm, Ceresre, ahol van Orokin, mit kell wave van inkább. Again. Már hiányzott a Lotusnak az eredeti feje. Komolyan mondom. Jaj, ne lökjél le, cunya, bác! Ennyi? Elvégeztél is. Ja, nem, még van egy harmadik. Aj, itt már kemény, bazd meg. Azt hiszem, hogy van itt kettő revive-ot, vagy valami ilyesmi van benne. Biztos. Ne viccelj, már van egy fele steel five-ot. Megállítok minden golyót. Ennyi. Gengar, Oli, ezt hogy érted, hogy van-e itt valaki? Plusz egy minimum mod capacity. Oké, boss. És voilà. Mi volt ez a tánc mellé, baszki? Ez volt kúra, a Master Rank 3-as táncom. Problem? Figyeld, most nőtt egy centit a pénisz, úgyhogy... Ennyi. A 3-as Master Rank-u pénisszel van. Nos, gyerekek! Ez lett volna, azt hiszem, a kezdőknek való stream. Szóval, amit ma csináltunk összefoglalóan a Földről, megtudtuk, hogy hogyan lehet eljutni Vénuszra, a Vénuszon kifarmolni a Rínót, a Fosszán, a Fossa lelkéjéremzében. Utána átmentünk a Marson, a Marsról megtudtuk, hogyan lehet átjutni Ceresre, mivel hogy Ceresre Phoboson keresztül vezetett az út, annak is Phobos bosszán keresztül. És most Ceresre átjutva, Ceresen pedig Orokin cell található, ami későbbiekben nagyon fontos nyersanyag lesz. Továbbá létszükséglet, hogy legyárthassam az első Orokin reaktoromat, amit berakhatok az Excaliburomba, hogy még erősebb legyen.
Úgy érted, hogy nem takar ki sok mindent a fészkem. Igazából nekem így jó. Tehát azért csináltam meg úgy a hátteret, ahogy van, mert nem akartam zöld hátteret. Még egy utolsó küldetés mielőtt, ha már az egészért hajtottam, akkor legyúrom a Ceres Junction-nek a bosszát, mert kapunk érte egy Vulkan Blueprintet, Fever Strike, mindig jó jön. Végre csináltunk egy kis corrosive damage-et. Na, visszahívszem, hívsz vissza? Hát ide nem lesz, mert mindig szólóban kell csinálni. Ja, és szólózgatunk. De utána átváltok a nagy karakteremre, és megyünk egyet Nézával. Mit szóltok hozzá? Aj, ebből annyit értek, hogy átváltok a nagy karakterre. A Trinity az meg, hogy... Ja nem, ez úgy nézik, hogy a Stalker. De ez egy Trinity. Ez leszívott energiával, Gert. És kajak Trinity. Látom, hogy pulzálsz. Menj oda vakítsbe, aztán ölt meg a francba, vánhitált le. Na, no, már kész vagyok. Mire te látod, hogy már kész voltam. Eljutottam az indexig, szerintetek MR3-as csapattársaknak mennyire örülnek az emberek? Szerintem szar le, mennyire örülnek vagy nem. Figyelj, igazából annyi a lényeg, hogy ne a legnagyobb indexre menj. Jobb MR3-as vagy, mint én ezen a levelon, ahol még egy maxos Excaliburom nincs, akkor szerintem tök mindegy. De nekem vannak OP haverjaim, szóval. Problem solve. Vulkan Blueprint, lássuk, le tudjuk gyártani. Mert van egy... Tessék, végre eljutottam ide, ezen felül is Drakóra szeretnék eljutni. Ami hosszú út, és ott. Addig szerintem úgy is szerzek egy izét Orokincelt. De azt majd egy következő streamben, és most akkor hamarosan jöjjön a Néza. Vulkár. Remélem, srácok, akik kezdők itt voltatok, hogy valami hasznosat tanultunk el, több plastid. Hasznosat tanultunk a mai izében. És legalább tudtam segíteni, de majd szerintem feldobom YouTube-ra is az egész történést, és így szépen lassan el lehet indulni Warframe-ben, azt hiszem egy egész szép karriert csinálni. Ezen kívül a farmolást, meg ilyesmit, azt mindenki maga dönti el, mennyit akar és hogyan, de az elején amúgy is farmolást tekintetve a fegyverek fognak vezérelni, meg a Warframe-ekhez való nyersanyag fog vezérelni, és mindig az irányba fogsz farmolni. Na jó, akkor most úgy fogom csinálni, hogy az egész szép legyen, egy pillanatra véget fog érni a stream, és elindítom a következő streamet rögtön azután, hogy legyen nekem igazából inkább magam miatt egy ilyen két külön válás, mert a Nézából tudnék csinálni egy rendes videót. Everything in orders, operator? Is that a pun? Voilà, c'est fini. Szóval átváltunk a másik karakterre. Ja, de viszont akkor ezt egy időn néztem. Meddig bírod ki túlélni? Ja.